A csatorna fő támogatója a Vault 51 Gamer Bar. Akár szerepjáték, társasjátékról vagy PC-s játékról van szó, bizonyít megtalálod a helyed, rengeteg koktéllal és konzollal várnak titeket. Média partnerünk az elefg.hu, naprakész szerepjáték és sci-fi tartalmak. Csatlakozz Magyarország legnagyobb szerepjátékos Discord szerveréhez. Keres játékostársakat, játsz online, vagy csak beszélges és szórakozz más tavernásokkal. Mire vársz még? A videó leírásába vagy a stream alatt megtalálod Discord elérhetőségünket. Spotify-on immáron podcast formában is hallgathatod kalandjainkat. Támogatónk a Szellemlovas. Hogy a társasjátékról, terepasztalos játékról, könyvről vagy szerepjátékról van szó, akkor bizony jobb helyre nem is mehetnél, mint a Szellemlovas. Lesz be hozzájuk is! Köszönjük szépen Patreon támogatóinknak Peli 75, Black Sheep, Dobókapitány, Draconis, Vangrizar, Jadloz, Melchior, Miyamoto Musashi, Slityu, Lensong, Shrindomage. Köszönjük! Köszönjük Twitch feliratkozóinknak Titike 321, Crazy Berry, Karez, Dobókapitány, Genyómester, Akonag, Berlioz, Lao G7, Dvangrizar, Hamburgyoló, Mjölnir Storm, HTD Lord, Musashi, Sensei, Salifater, Peli 75, Viktor 1992, Atomo, Esbence, Crazy Jiraya és Ferri Luna. Köszönjük! Sziasztok, piuk, lányok! Újra itt van a hétfő, kinyitott a taverna, és bizony nagy valószínűséggel az idei év utolsó álomcsapata. Igen. Ez a kaland, amit láthattok, és hát, hogy is mondjam, visszatérnek a Springwoodi mészárosok a tett helyszínére, és nem is mások ők, mint kalandorjaim, Buci, Esti, és Dávid alias Royce, Nahara és Korti, aki immáron megszabadult a likantrópia átkától, így már sima, ilyen szeretett shifteré alakult át a mi kis druidánk. És bizony miután egyébként túlélték a rajtaütést a assassinoktól, és leszették a rontást Kortról, mellette, ha jól tudom, meg is lépték a szintjüket, szóval megvoltak a downtime activity, utána jártak a triátnak, utána jártak a szövőnek, és mindennek, aminek tudtak idővel, puhatolóztak afelől is, hogy maga ez a triát, Pantheon, ez milyen világból származik, innen származik, ha nem onnan származik, kiderült, hogy ez talán nem is erre a síkról való, de már hallottak róla, de hogy mégis miképp tovább, az most derül ki, amikor úgy döntöttek, hogy visszatérnek Springwood városába. Hölgyeim, uraim! Ott vagytok három darab jó fésült holttesttel a szobátokban. Szóval... Induljunk meg, nem? Hagyjuk. Szerintem csak hagyjuk itt is, nem kell se arany, se semmi, csak távozzunk. A bounty-t azt mindenképpen tegyük el, ne lássák, hogy... Azt hiszem, én el is égetem a sajátomat. Hát jó, ezt megteheted, bár annak szaga van, hogyha tüzelsz. Olyan nagy, most egy kis pap, ilyen nagy. Tudnak, az embernek is volt valószínű, amelyik elégett az egyik. Scorching Raves. Ja, szóval annak is... Jó, szerintem az szintén sem pezik az... A holtesteknél nem lehet bűnös, amúgy emlékeztem, hogy ez sab volt. Volt hát, sab, meg jó, de előtte volt kapott előtte... egy iszonyat izé, ja, igen, lángoló tűzes ja? izé. A három lövedék az... Annál büdösebb nem lesz. Nem, én elégetem, hogy ne, ja, ne hagyjunk. Ez tiséges, de... Mindegyiket szerintem, hogy ne tudják, hogy minket vadásztak, bár lehet összerakják, de ez azért elég gáz, ez, hogyha ezt a bizonyítékot itt hagyjuk. De mindegyiket. Támogatom, hogy valamennyi aranyat. Nálam van 13 arany. Én ide teszek egy tízest, aztán egy platinát oda teszek, aztán annyi. Ez elég? Egy ilyen helyzetben? Hát most takarításra. Hát igen, mert de hullák. El kell vinni ezteket a hullákat, aztán takarítsák ki. 10 arany. Tök jó. Legalább itt hagytunk valamit. Szerintem... Kijelentkezünk. Megyünk. Úgyis tudják, hogy mi voltunk itt a vizébe. Annyi csak, hogy vegyünk egy borotvát, meg egy ilyen maszkírozó szettet kifele a városba, azt annyi. Jó. Nem baj, ha elviszem az egyik holttestet. Vagy mi nem? Ez nagyon őszinte volt.
Ja, most akarsz csinálni megint egy ilyen nem most, de... Tényleg, mi van a te izéddel? Hogy viszed el? A hátadon? Vagy hát. Most beleteszünk egy, beletgyömözkölünk egy holtestet a izébe? Tehát, hogy így... Nehéz. Hát úgy gondoltam, hogy útközben lefejtem róla a húst, és akkor egy fokkal könnyebb lesz. Nagyon beteg vagy. Miért mondod ezt? Hát nem tudom, ilyet azért nem szoktunk csinálni, még például én se, pedig meg... Jó, azért... de te megoldod tűzzel, úgy könnyű. Nekem nincs tüzem. Hát jó, de az azért egészen más, hogy innen az a piu egy kis tűz, mint hogy megfogom, és így... Mennyiben? Hát egészen más. Nem kell bekosszolnod a kezedet hozzá. Hát például, ez az egyik. Másik, hogy azért, hogy mondjam, azért nem gyalázok hullákat. Szóval megölök valakit, attól még utána... Attól még nem gyalázom utána meg őket azzal, hogy így széttrancsírozom meg ilyenek. Azt pedig hasznos íthatjuk esetleg. Hát felelem hasznosíthatod, csak mondom, hogy nagyon beteg, hogy rá akarod utána izélni. Hát így is féltem, csak sokkal nehezebb. Azt csinálsz, amit akarsz, nem csak ne hozz ránk nem a izékot. Nem érzem a különbséget, de legyen. Hát te nem csinálsz galibát, hanem azt csinálsz, amit akarsz. Vagy egy jó temetőt akár, ha találunk, akkor nem is tudok szerezni. Vagy az is gyalázásnak minősül? Az is annak minősül, igen. De most a temetőből is hogy hozom, és kiásol valakit, vagy mi? Hát, ja. Nem. Hát, hogy akarod hozd el valahogy, csak nem tudom, hogy akarod elhozni, hát, de... Hát ez az, hogy csak ha nem csont, nem csak a csontok, akkor nehéz, szóval... Hát, akkor azt hiszem, hogy ez itt marad. Lehet több ilyen táskát szerezni, Royce? Biztosra, lehet venni ilyen pár száz aranyért. Lehet ilyeneket venni? Amiben nagyon sok minden elfér. Ja, végül is viszonylag gyakran gyártunk hullákat, szóval, hogy... Ez egy jó vásár lenne. Micsoda? Hát, ha vennénk még egy ilyen táskát, ja, hát az igen, biztos. Tüntetni a, ez ilyen kellemetlen események visszamaradott dolgaid. Ja, ez igaz. Akkor kifele ne csak borotvát vegyünk, hanem táskát is. Jó. Milyen napszak van? Este van jelenleg. Á, este van. Akkor... A teri holdat vártátok. Ma kutattunk? Tényleg este van. Ma nem, volt, ma, ma nem volt a templomba. A templomba voltunk. Akkor vannak szlottjaim, jó. Akkor most várjunk reggelig, vagy induljunk este? Hát most... Engem nem zavarnak ezek. Most akartunk menni még a piacra, vagy most hát mi? Hát nincs piac, este van. Hát... Hát biztos lehet bizonyos dolgokat megvásárolni. Este is. Kéz alatt? Alvilág? Hát ha nem is alvilág, de biztos, hogy van olyan, ahol még de azért sok alvilági formában nem nagyon beszélgetnék most. Nem is lehet, hol lehet. Tőlem várhatunk reggelig is. Belakjuk őket egy csarokba. Azt akkor alszunk egy kicsit így mellettük, így hát... lefekszünk aludni egy kicsit. Úgy is kell őrség. Mi sem természetesebb. A szaga nem lesz a legjobb, de... Hát most sem a legjobb a szaguk. Hát nem. Hát akkor... Mit szeretnétek? Dobjuk be őket a szekrénybe, ezt becsukjuk az ajtót, lehet kicsit kevésbé. Érezzük ezt jó. Az égett szagot. Bocs, persze. Már csinálom is. Jól van. Bedobjátok a szekrénybe. Beragozgatom őket a szekrénybe. Ja, a szekrény se tökéletes egyébként, mert hogy mint mondtam, azért belevágdosott. Mindjárt összeomlik, gyerekek, nem csak ettől függetlenül tink. Beleférnek a szekrénybe, be tudod szépen hajtogatni, hát ez egy nagyobb szekrény, ami direkt azért van, hogy az utazók azért az ilyen táskájukat, egyebeket, mondjuk ilyen nagyobb utazó felszereléseket azért tudjanak ott tárolni, nem csak ledobálják magukról ott, ahol.
Ezért kényelmesen ezt meg tudjátok tenni, elrejtett benne azt a három holttestet szépen behajtogatva. Itt inkább maga a zár az, ami kérdéses, de hát volt nálatok lánc így, akár egyébként a láncot ezt tudod hasznosítani arra, hogy ne nyíljon ki nagyon az a szekrény, ugye egyből. Nem legalább estére jön. Mm-hmm. Jó. Akkor ezt a láncot azt viszont mondd le magadtól. De majd reggel vissza szeretném szedni. Ja, akkor most este itt maradtok? Nem az volt? Végül a hullákkal a szekrényben? Hát most azt beszéltük, hogy a hullák a szekrénybe alszunk egyet. Engem ez lett végül megbeszélve. Zavarja, hogy hullaszak van. Igen, az egy picit zavarja, de hát most nehéz időket élünk. Uh-huh. Oké. Okay. Vagy béreljünk még egy szobát. És akkor mit mondunk, hogy ez a szoba most nem tetszett, át mink a másikba? Nem tudom, hát és akkor reggel meg a városi örök kopogtatnak majd, azok keltenek minket. Hogyha ameddig itt vagyunk benne a szobában, addig biztos nem jön be egy takarító se. Érted? Értem, tényleg. Szóval, hogy azért kéne itt maradnunk. Ma addig mondjuk, hogy köszi, most nem kérünk takarítást. És el vagyunk foglalva. Jó. Amikor kinéztetek, feltűnően csend volt a szobában. Vagy mi az a folyosón megjelenek. Feltűnően csend volt. Hát akkor nézzünk ki még egyszer. Kinézek még egyszer. Mit tudom én, Royce itt a nagyokos. Kinézek még egyszer. Jó, üres a folyosó, csak nem gondolnád, hogy ennek üresnek kéne lennie, hogyha itt durogtatások voltak, sikolyok, üvöltözések. Lehet, hogy együttműködnek ezzel a fogadóval ezek a asszaszinok. Vagy csak már értesítették a városőrséget, és senki nem akar részese lenni ennek. Vagy már senki sincs a szobájában, mert már rég lemenekültek. Vagy meghaltak mindannyian. Nem mondd már, hogy asszaszinokat csak úgy észrevesznek átlagos emberek. De nem az, hanem mondjuk a tüzeket, hogy a zajoktól elmenekült mindenki. Aha, igen, hát azért nem hangmentesek a szobák, valljuk be. Hogy az ablakon keresztül... Nincs hangszigetelő függöny. Hát kisétálok a folyosón, körbenézek. Hát akkor húzzunk el innen. Lenézek a lépcsőn. Lenéz a lépcsőn, jó. Sunyiban? Hát igen. Óvatosan azért, jaj. Dobja azért stealthy mellett. Dobja, ne legyél így. 11. 11, tök jó, meg dobjál egy izét, egy perception. Az ma nagyon jól ment. Sokkal jobb. 6. 6. Jó, okay. Nem biztos, hogy nekem kéne perceptálnom. Én öltözködök közbe. Szerencsére ők még nálad is rosszabban percepteltem. És nálad is sokkal zajosabbak, dobtam egy 4-es meg egy 1-est. Így feltűnik, hogy lenne a pultnál azért már jó pár ember ott van, akik zajonganak, hogy fent probléma van, hívják a városőrséget, harc van, de téged nem vesznek észre. Azzal vannak elfoglalva, hogy ők ott nagyba panaszkodjanak, hogy fent valami nagyon nincs rendben. Visszamegyek a sietősen a szobába, hogy lassan jön majd a városőrség, úgyhogy lehet mégis... Akkor húzzunk ki az ablakon, feleslegesetettem és majd az utcán töltjük az éjszakát, vagy nem tudom, egy sikátorba valahova bebújjunk. Hát azt. Vagy elég nagy ez a város, itt bármelyik másik fogadóba kérhetünk egy szobát. Ja, reggelig talán nem megy el a hír. A város szélére megyünk, vagy a kereskedő negyedhez. Jó, akkor legyen ez. Kihúzunk az ablakon. Jól van. Climbing. Én akkor visszaszedem a láncomat. Jó, visszaszedem. Lánccal mászik lefelé a 20 kilós climbing. Első emelet. Egy darab próbát szeretnék kérni. 10-es célszám. Hát kikötök egy kötelet. Van kötelet? Van kötelem. Persze, kikötök egy kötelet. Jaj, kötelet. Csak akkor a kötelet azt majd vond le. Ha kikötötted, lehessél le, akkor utána nem tudod visszaszedni. Van lehúzó stand, és akkor lentre le tudjuk húzni. És proficient vagy? Nem, én nem ismerem. A karakter ezt nem ismeri. Akkor... Na, ezt kellett volna két hétbe tanulni, olvasni tanulnak, mert inkább a kurva csomózást kellett volna. Tényleg, legközelebb azt fogok megtanulni. Hát na látod. Következő kalandunkba. Springwoodi mészárosok. A Springwoodi mészárosok csomózni tanulnak. De vajon miért? Sibari művészetét. Ja. Rá lehessen csomózni a lábára, amikor bedobod a folyóba. A követ. Ahhoz kész valami próbál, hogy
Azon letudtok. Ja. Probléma nélkül, együtt leereszkedtek. Az utcán vannak emberek, vagy ma este van? Hát este van már, nagyon... Én nem mondanám, hogy sokan vannak, főleg mivel nem a fő frontra nyílik ez az ablakotok, hanem inkább hátul egy ilyen kisebb sikátorba, ahol maximum csövesek vizelnek, de most azok sincsenek. Tehát egy izé, kis mocskos utcára nyílik, nincs ott semmi. Az jó hír. Akkor gyorsan el tudunk, bele tudunk begyűlni az estébe. Egy másik, szerintem egy másik oldalon menjünk, ne a főbejárat fele, hanem mondjuk arra kifele. Lovainkkal mi a helyzet? Azok itt vannak a kocsmában? Azokat el kéne vinni. Nem, drágák őket. A lovak. Elkötöm őket. Kösd el őket. Belopok. Te úgyis ezért is. Megvárunk itt, megvárunk a sarkon. Jól van. Szerintem ez sok minden nem kell neked. Maximum dobja egy sneaket, hogy belopózzál. Lopódz. Egy 10-es skálán mennyire alszik a Meister. 17. Nagyon alszik hozzád. Képest 8-at dobott észlelésre. Sikeresen ki tudod csempészni a lovaitokat. Jól van. És hátra viszed oda a sikátorba, ahol ők vannak. Gyertek. Szép, fekete lovacskám. Közben már fent halljátok, ahogy nem az már. Berontanak kiabálások egyemek a szobátok irányából. Ez nem fekete. Bútorokat borogatnak, majd valószínűleg idővel a szekrényt is megtalálják, de addigra ti már nem lesztek ott, mert lóháton ültök. Merre szeretnétek távozni? Mi a pontos tervetek? Itt maradtok ebbe a városban? Hát egy külső... Nem tudom, ilyen... Peremvárosi hát most izét akartunk venni, nem ilyen elmaszkírozó szettet. Este ilyen. Van, nem lehet ilyen. Igen. Hát azt értem, csak hogy... Veszünk útközben. Útbeesett bármilyen város? Springwoodból idefele? Nagyobb? Vagy de közepes legalább, hol van piac? Igen. Akkor majd veszünk valamelyik városba, nem? Jó, de nagyon sunyulva kell mindenhol, szerintem közlekedlünk. Suzélba vagytok, arra fele... Marsember például. Egy kisebb kitérő, nem túl nagy, de Barsemből, vagy Arabel. Nagyon jó. Akkor szerintem induljunk meg mi hamarabb. Találjunk valami útszéri fogadót. Nem? Aztán... Oksi. Jaj. Jól van, akkor át lovagoltok Barsembelbe. Hát viszont ez másnap reggelre értek csak oda, ám bár túl közel az nincsen. De az van így is a legközelebb lóháton. Odaértek, ez gyakorlatilag egy kikötőváros. Ez is nem egy olyan hatalmas, szóval pár száz fős, de mégis azért nagyobb, mint mondjuk egy Darri. És itt bizony ezek kifejezetten a horgászatból, halászatból származó bevételre építenek, nem úgy, mint Sozell, ahol kőkemény tengeri kereskedelem is van. Hiszen ott vannak. Ők is ott vannak, de pont ezért, mert a fővárostól nem olyan messze, azért el van nyomva az itteni kereskedelem, nem olyan nagy és virágzó, mint a fővárosban. Éppen ezért ők inkább magával a halászattal foglalkoznak talán, ami segíthet nekik. És ott van lehetőségetek az egyik fogadóba meghúzni magatokat. Gondolom, már jó fáradtak vagyunk, hogy kb. Az elsőben. Így van. Végig lovagoltuk az éjszakát. Mondanám, hogy írjatok fel egy exhaustot, de nagy gondolom, hogy nagy egyébként. Nagy város amúgy hivatalosan. Igen? Már szemben? Na, ez is 38 ezeres. Hát akkor ez nagyobb. Akkor még Marsember előtt van egy ilyen, amit... Egy kis ezek is falu. Zsák falu, jó volt. Na. Ja, még. Hát a Marsember lesz. Majdnem a Mars ember, de Mars csak ember. A Mart ember. Az a Matt Damon, nem a Mars ember. Na. Na. Vagy mi van még mára? Kell még ma valamit? Mondjatok valamit. Hát... Ez úgy néz ki egyébként ez a város, mint Velence a Mars ember. Tehát igen? Tele van ilyen sok kis nice. Pici vizével. Így rámegy a vízre. Ilyen vízen. Vízenváros? Vízenváros. Hát Látom, király. Igen, kis szigetnek, nem? Egy kis szigetnek, na? Igen. Aha. Igen. Na hát, ez menő. Ahol vagytok, az nem menő. Ez nem az. Ez nem ilyen menő. Ez a már ember, itt csak halászok vannak. Halászok vannak, és pár százas, nem... Halászok van.
Így van. Kifejezetten halszak, jó kis sós, meg, víz, megszállunk. Megszerezi a levegőt. Ott megszállunk, és akkor megyünk tovább a következő nagyvárosig, még ezzel ott fogunk kapni normális dolgokat. Na, az ilyen... viszont már-már szemben, ami hogy... kifejezetten úgy írnám le, mint Velencét egyébként. Kis hidak kötik össze ezeket a ilyen sziget csoportokat, amikre épültek ezek a házak. A házak nem túl magasak, ám bár... hogyan mondjam, kétszintesnél nagyobb ház nagyon nincsen, valószínűleg pont azért, mert hogy mivel ezek főképp ilyen kis cölöp szigeteken állnak, amik így végig elszorva vannak, amiket fahidak, itt-ott kőhidak ívelnek át, azért túl magasan nem építkeznének, mert ki tudja aztán, hogy mi lesz itt. Viszont jóval magasabb, mint a vízszint, valószínűleg épp azért, hogyha áradás van az árapálynál, mondjuk ne lepje el őket, és mostan hát éppen az apály van. Szóval látjátok, hogy mintha gólyalábakon állnának gyakorlatilag a vízben. Ezek a házak is úgy vannak, mint szigetcsoportok egymás után körbe-körbe elrakva, és találtok is ott egy fogadót, ahol meg tudtok szállni, és mellette ez már kifejezetten jó kereskedelmi központ. Bizony a fővárossal is kereskednek, így szerintem szinte bármit megtalálhattak, amire szükségetek lenne. Híresek a üvegkészítéseikről. Nagyon fél. Ez tök jó, üveget úgy üvegszobrokat, üvegeket készítenek. Csak üvegfiolát akarok adni. Igen? Igen. Meg végtelen táskán. Ha nem drága, de eddig sok pénzt. Mennyi? Van még pénz. Van még pénz. Van még azért ott, ahonnan elvesz. 2800 darab. Veszünk egy disguise kitet, 2 flask of oil-t, 2 SP. Neved? IVL, mi az? Nem, sima. Vigyel, az 2 arany. A disguise kit az 25 gold. Igen, azokat irögötöm össze, hogy mennyi arany. Ez 1 gold. Jó, borotva, ilyen rendes szakál, vágó borotva, mondjad, mennyi, hány arany? Hát ez arany, de ahogy is. Miért? Hát azért azok jó borotva legyen, nem ám, ez nem olcsó dolog. 2 ezüst. Jó, 2 ezüst. És ilyen valamilyen testfestékszerű, ami most nem a disguise kitben, hanem úgy alapvetően henna vagy valami, nem tudom micsoda csinálni. Egy aranyból megkapja. Jó, 1 gold pénz. Még 2 potion of feeling a kicsiből. Most nem kellett réter. Te megkapod a nagyot, azt írd vissza. 50 gold. Az 50 körülmény. Volt, igen, akkor abból 100. És akkor hát igazából ja, az dobt ki, hogy van-e bag of holding, mert akkor ezt még veszünk neki. Bag of holding, ezt mindjárt kidobom. 40 felett van. Illetve... Van meg a holding. Tök jó. És mennyi pénzbe kerül? A bag of holding. Az is a 100-500-as kategória. Ha és találtam az előbb egy tök jó izét, varázstárgyat, és az is a 100-500-as volt, és azt akartam venni. Már nincs időm csinálni, úgyhogy ezt megvenném, csak meg kell találni, mi volt az. Négy típusa van. Na. Attól függően, hogy miért szeretnétek. Van, amiben 250 fél, van, amiben 500, van, amiben 1000, és van, amiben 1500. Ettől függ. Hát, miért szeretnéd? Hát, mire van pénzünk? Igen. Hát, gondolom a 500-ig. Uncommon, onnantól már rare. Elmondom, hogy egyébként úgy kezdődik az alja, hogy 2500 arany. De még szerintem ezek régiek. Ötödik edis. Mert mondom, meg hogy... Meg a folding. Már harmadjára, hogy... The cost range 2500, a 10.000. Kétfajta izé van. Világfüggő. Kétfajta... Ilyen... Számolási rendszer van. Tehát lehet minden kurva drága, lehet minden kurva olcsó. Mert attól függ, ahhoz képest kurva olcsó. Ugye tehát, meg a folding az uncommon. Féron és ötödik edition-nel játszódik, meg Eberron is, és nem úgy jól kerül. Szóval te döntöd el, hogy mennyi. De alapból... Szerintem azért varázstárgynak azért nem annyira commonnak kellene, és ez még uncommon is. Én azért mondanám, hogy ez szerintem 2500, ezt le tudjátok alkudni.
2500-ért nem veszünk neked. Hát jó, azért. De olyan rohadsokat úgyse tudunk lealkodni. 250 fontot bele tudsz pakolni, azért az nem semmi. Hogyha elmész valahova lootolni, vagy bármi, ja, akkor persze. Nem az van, hogy... Csak most azt nem fogok. Ezzel lehet keresni nagyobbat azért. Akkor nem. Nem kérjük. De akkor ezek is geci drágák a healing potionok? Vagy akkor most igen, vagy ilyen... Ó, várjál, nem, nem, nem írják, hogy változott az ára. Elnézést, nektek van igazatok. Mert hogy a page 135 alapján az uncommonok az 101 és 500 ezt gold mondom. Között van. De meg felette meg van egy táblázat, ahol nem ezt adja. Szóval én azt mondanám, hogy akkor mondjuk a kisebb az mondjuk lehet 500 gold. 500, 700... 1000 és mondjuk 1200. 500-ért tudok neked venni izét. 700-ért tudtok olyat, amiben már 500 izé fér bele. 500 font. Kétszer akkora, mint a... Az hány kiló? Kétszer akkora, mint az 500. 120 kiló. Az elég lesz nekem. Elég lesz? Persze. Jó, akkor egy 500-eset veszünk nekem. Jó. Tudunk alkodni? Majd a legvégén alkudunk a végéből, ja. Ha akarsz alkudni. Csak még ezt akarom megkeresni, faszomat, ezt elvárni. Minden pénz számít. Nem fogom megtalálni. Na. Mondjad, milyen volt? Nem megmondom tudom, neki. Milyen izé volt, ilyen füstbombaszerűség volt. Begurítom és kurva sok füst lesz, amit el lehet ugyan fújni, de heavily obscure, ezért a területet csinál, és getni egy területet. Mindegy, hagyjuk. Csak ez ilyen tök hasznos ilyen utility-zé volt. Hát keresd rá. Azt közben megmagyarázhatja valaki nekem, hogy a hatoldó kockán a hatos nem ér van pont. Összenet éreztem 9-essen? Hogy nehogy igen, bemondta izébe. A hatoldalom 9-es uh-huh. dobog? Hát... Mert pont hatot dobtál. Hát van az a szint, nem? Játszottál már, mit? Hogy a 6-os az 9-es, már neked a 6 oldalon is. Nem, vagy igen? Nem. Ever Smoke Battle, ez az. Ever Smoking Battle. Ezen nincsen. Azon nincs. Ja, én elhittem. Amikor mondtad, akkor is. Ever Smoking Battle. Fasza. Na, egy ilyet keresnék még, ha esetleg van-e. Az milyen? Common? Uncommon az is. Uncommon, az is 500 bottle. Volt. Jó, 500. Common 100, Uncommon 500, Rare 5000, és a felett pedig 50000. Az Incredible, Legendary pedig 500000 arany. De kell kínadni ezt a korbácsot. Akkor még van hova izélni. Tényleg ezt a korbácsot el kínadni. Ezért kell csinálni, mert ugyan idő viszont sokkal olcsóbb. Igen, igen, az lehet, hogy egy legendary item. Na, soha többé nem kell dolgozni, 500000 arany, viszlát kalandor élet, viszlát világ. Milyen jól élnénk már! Hát ülnék a izé, meleg fűtővízbe, hoznak a izé. Kivásárolnám a varázslókat a saját tornyainkba. Minek? Mert utálja because őket. Fuck them, that's why. Annyira megtudás beauty szedtem lenne. Kivásárol és annak kezdve, csak mocsári mennyi barázlók lenni. Mennyi ezt alkudni? Na menjek alkudni? Tedd ki. 1129 gold és 404 izé, 4 ezüst. A 4 ezüstet alkud le. Dobjál D20-szal, add hozzá a karizmádat. Charizma. Csak a karizmámat? Igen. Befelencsanszoljuk az ability-et. Persze. Hűja várjál, van. Akkor dobok D20-szal, igen. Advantage-el. Még egyet? Jó, várjál. Jó, oké. Okay. És hozod el karizma módosító, de... Ami plusz 5. Ami úgy 22. 22, de nem kapok valamit még tőled? Nem akkor, kapsz tőled. Hát azt kapta, azért kapta, dobtad. Ja, 22, akkor 11%-ot vonjatok le a vég. Oké, okay. 11. Oh. Hát valami... 100 valamennyi lesz, nem? Jó. Szerintem is. Ez elég jó. Tihány, mit csinál? Karim, hogy alkottad dobás le? Dobás 2. Szerintem az tök jó Hegelre. 1004 arany, 1004 arany, 8 ezüst. 1005 arany, szia. És akkor... Most ezt csak bementél oda mellé, és azt mondtad, hogy szia, és azt mondta, jó, akkor 100 arany a követően. Szia. Szabad már le egy kecske? Má! Bedobtad az ikreket? Persze. Harcba küldted az ikreket? Persze. Egyértelmű.
1005 arany és 2 ezüst a vége. Mindjárt levonom az összes mindenes pénzünkből. Illetve én itt, ha már itt vagyunk, akkor itt eladogatnám azokat a drága köveket. Azt az 500 arany értékűt. Hogy az ne a drága köbben legyen, hanem pénzbe. Uh-huh. Ha úgy van, why not? Nem kell, nem vagyok én drága kőmágus. Kőmágus. Nem mondom, hogy átvágnak. De mondod, hogy mennyit adnak érte, és akkor azt... De lehet, hogy megpróbálnám. Dobjál egy izét, egy insight-ot. Insight. Kurva 20-esről fordult el. 9. 9-re? Ja. Akkor az 500 az 300 lesz, jó? Együtt vásárlunk? Nem olyan értékesek ezek, sajnos. Ja. Majdnem olyan, mint hogyha arany lenne, de ez csak argentum. Sajnos, argentum. Majdnem. A bolondok aranya. De szép kő egyébként. Szóval egy fél áron jó lesz majd. Jó, oké, és mindig így is maradt még kb. 600 pénzünk. Igen. Ja. Mindennel, hogy most átváltottuk, ezt is elköltöttük, összesen van 600 pénzünk. Mert tök jó dolgokat vettetek, szóval. Ja. Amúgy elég jó cuccaink vannak. Kinél lesz? Nálad legyen, akkor ezt most irogasd már, légy szíves, tedd fel most ezeket, mert ne én irogassam. Mindent, amit most vettél? Nem, a Greater Healing Potit, akkor ezt kicserélem neked, és nálam ez két sima. Igen, felírtam. Jó, oké. A gyógyítál is jól jön egyébként. Nem van egy-egy. Nálam meg van most fel. Akkor kettő. Igen, potiból nekem egy nagy van most. Igen. Azt kaptam meg a... Jó, én akkor összesítem a dolgokat, addig mehetünk. És még egy kicsi. Royce, izé. Tudom magamat gyógyítani. Igen? Ó, köszi! Egy dolgot felejtettek csak el eddig. Mit? Jézusom. Akartatok álmodni. Mit? Álmodni? Ja, hát de azt mondod, egy olyan helyen akartunk, ahol kb. Biztonságokban vagyunk. Ja, no, most igazából most szerintem itt már ez a város van. Lehet, hogy megy. Második város, mióta eljöttetek. Hány? Talán ideig, nem. Kettő. Nem ér. Itt már azért hát egy fokkal. Itt csak a kövekkel csesztek át titeket. Az nem olyan nagy gáz. Na. Úgyhogy... Akkor álmodó vár. Vagyunk. Ez Isten volt ez. Bag of Holding, de jó. Mindig örülök. Igen, Bag of Holding egyébként az egyik legtápabb dolog. Ez egy tényleg jó tud. Az annyira megkönnyíti a dolgait az embernek. Hogyha írja egyébként a súlyokat, és nem csak izé. 8000 arany van nálunk. 250 font a 120 kiló az... Emlékszem, amikor Alexnek időrőd mennyi pénz van. És Taraki fakadt. Ja, hogy van az... Láda kajaréket. Itt ládányi gold. Igen, nem tudom, hány száz arany volt. Nagyon sok. Hát ilyen ez. Ki kurván akár jó pénzt keres, vagy mi? Hogy mi? Akkor ma este próbáljunk belépni az álmokba. Hát, megpróbáljuk. Én a olajat, amit vettem, két flaskányi igen? olajat, azt áttölteném ilyen kis üvegekbe, amit vettem hozzá, üveget. Igen. És így ledugaszolgatnám. Csak jó. Hogy legyen. Ilyen, olajbomba? Vagy csak annyi, hogy ha már valaki lángol, akkor rádobom, aztán lángoljon tök még jó. Jobban. Van. Vagy csak úgy előre dobom, működik. És azt utána meggyújtja a fireboltat. De akkor gyújtóolaj kifejezetten. Mit? Szóval lámpás olaj. Ez lámpás olaj, igen. Tehát, hogy az olyan olaj, ami égolaj. Csak hogy így tudom, hogy mivel tök sok tüzes dolgot csinál, ezért legyen azért ilyen... Azért kérdezem, hogy milyen olaj, mert hogy vehet napraforgó olaj. Ja, nem akarok olyan napraforgó olajat. Égni, hogyha le... Hát, hogy... Rádabod. Nagyon kell. De egy kicsit azért igen. Jó. Van az a hőfok, amikor oda ég a napraforgó olaj, meg az olíva olaj. Oliva, de... igen. De nem kókusz zsír. Igen, vödör kókusz. Bekerem a testét. Miért lett egy sikosítónak? Ennyi, megyünk és megdugjuk azt a varázslót. Miért nincs egy laser? Royce. Borotva. Az, hogy érjön. Laser, hát ez... Daggernek írom fel. Na. Akkor készüljünk rá. Mm-hmm. Füstölőzzek nektek? Van nálam egy kevés füstölő. Milyen füstölő? Finom illatú. Inkább ne! Azt még amíg én megölsz minket, nem kell, köszönjük! Mielőtt lefeküdnénk aludni egyébként, meg átmennénk az álomvilágba, nem akarjuk magunkat elmaszkírozni, hogy ne reggel kelljen. Én is ezt akartam mondani, hogy hennázzuk már be a testem. Elfogjátok aludni. Hát de én a borot, mert a leborotvált fejemet hát nem azt fogom. Nem, de hát, hogy behennázzátok meg ilyen, akkor csuró, festék lesz az ágy, meg ilyenek.
Csak mikor hennázunk be engem? Na, út közben van. Úgy közben az egész testemet. Nem kell az egészet, csak úgy kilátszik. Az egész fejemet. Hogy lefekvés előtt, akkor behendázzátok őt, és akkor... Na persze, ez egy 10 perc alatt megszárad, vagy nem tudom, szóval... Hát én azt mondanám, egy óra, amíg... Nem tudom, hogy pontosan mennyi, de... Én úgy emlékszem, egy óra kb. Amikor hennáztam. De megszárad hamar, hogy lekopjon, de hagyd rá, hogy egy órát szerintem, hogy felszívja a bőr. Ugyan innen a hippik valószínűleg azt mondják, hogy paplovak hülye. Most rákeresek, hogy mennyi idő a henna. Én akkor leborotválok a passzra a fejemet. Ez egyébként ez igaz. Ez a férjűni henna itt egy óra. Leborotválom a fejemet. Igen? Vagy segítek, vagy szólok, hogy segítsenek leborotválni. Jó, megkopasztjátok a gyereket. Teljesen. Én meg segítek leborotválni. Ja, leborotváljuk. Proficient vagyok a pengés. Hát meg a dízik. Nyomod rá a Lailát. Mágikus. Úgy húzza le ott a hajad. Semmi nincs. Jó van. Semmi nem marad. Hát ez simán meg tudjátok borotválni. Nem amúgy. Vagy de kis hát B-turbó fejű lettél. Csillogó. Szakálka marad? Akkor a szakál... Hát formára nyírjuk már, most már azt is akkor, ja, hogy szép formás legyen. Azt közben növeszti, nem? Mert hogy neki nem borot szakál. De akkor egyszerre kéne durni, hogy úgy nőjön. Borostásodin. Hogy egyszer, ugyanakkora legyen mindig. Mert ha itt meghagyod, és nő, és itt ekkora lesz, itt meg csak ekkora az... Mondom, majd formázzuk. Szerintem az még idő lesz, mire neki akkor erre nő. Most egyébként tud nőni egyáltalán? Két napja. Tényleg amúgy nő a szakállad? Hát, és sosem próbáltam, mert mindig leborotváltam, mert akkor nő. De hogyha kellett mindig borotválni, akkor nő? Akkor jó. Én már láttam szakállas gnómokat, szóval nő szakáll. Akkor... Kopírnyúl a nyíl. Jó van, többiek? Te behennázod magad, te? És mit csinál? Hogy nézünk? Hát ezt kérdezem, hogy mit csinálsz? Én meg tőlük. Ja. Jó, de az a baj most a hennával is amúgy, hogy a hennával is milyen, vagy barna, vagy fekete lesz a bőröm. Azt a szóval is, hogy néz ki amúgy? Fekete tiefling. Miért? Sötétebb bőrű leszel. Jó. Hát meg a melkasodat ki ne hagyd. Ja, tényleg. Az a kilátszó területek az. Nem tudom, vagy valamit, mintha rajzoljunk ki, de mintha egy tetoválásom lenne. Ja, elkezdek neki ezért. Hát meg van ilyen disguise kitünk, tehát azzal is lehet valamit csinálni. Mit szeretnél, mondjad? Amúgy nem amúgy tudtad, hogy én tetováló művész voltam? Még mielőtt elkezdtem kalandozni. Még mielőtt felébre. Elköthetjük a hajamat ilyen izébe, membámba. Rasztásítsuk be, az nincs elég hosszú olyad, mi? Nincs. Meg valószínűleg nem tudod, hogyan kell rasztálni. Nem tudjuk befesteni valamilyen színre. De biztos. Tehát oda is disguise-kodban valamilyen hajfestni. Milyen színű a hajad? Fehér, nem? Hát ilyen tejfehér. Tejfehér. A hennával be tudod festeni. Hennával, tényleg, az be lehet. Hát ilyen albinó, ilyen szőke, kurva szőke. Tényleg is be kéne hennázni. Hennával bekenitek a hajadat, és be tudjátok festeni azt. Na, akkor az is megvan. Az is ilyen nagyon szőke. Szép barna leszel. Barna hajó. Yeah. Jó. Jó lett. Jó lett. Tetkot akkor nem kérsz? Hát te továbbjak már rád hennába. Úgy is lejön majd. De. Na, mit kérsz? Ilyen gombákat, jó? Nem. De. Jó. Már rajzom a gombákat a fejére. Ah, dobjál dexet nekem, mert szerintem soha életedben nem tetováltam a hennába. Tényleg a megfelelő felszerelés nélkül így ujjajával így keneget. Dolgot valószínűleg inkább koszosnak. Összesen. Ah. Akkor ez ilyen foltos lesz. Ez inkább olyan, mint a koszos, ilyen urokhány. De tudod, vannak ezek a rapperek mostanában, olyan, mint a telefirkálták volna az arcát, miközben a házi buli. Valami ilyes. Na. Nagyon jó lesz. Ilyen kis gombák. Jó, valaki ki közben tudja, mert úgy van, tudod, így az ujjával így húz egy csíkot, az a izé, és keresztbe húzza az meg a kalap. Ilyen fordított. Olyan, mint hogy a tébetük lennének, csak kicsit púposak. Uh-huh. Jó lett? Na, Royce, Royce milyen lett? Jól néz ki, nem? Mint egy pszichopata. Most már nem is ismernek fel engem. Én nem ismernélek fel. Van nálatok tükör? Na, én nézem ott a Beauty Sethez, de szerintem nőnél mindig van.
Ja, nincs felírva, de biztos. Meg tényleg, a Disguise Kitben biztos, hogy van tükör. Na. Mindjárt megnézem, hogy mi van a Disguise Kitben. Kinyitod a dobozt, és ott van benne a tükör. Mármint, a Disguise Kitben biztos van, hogy nincs tükör. Jó! Aztán tényleg, de akkor dobja a Deception. Nem, aztán utána ezt eljátszom, de utána odaadom neki. Megnézed magad, hát... Érdekes. Nem ismernéd fel magad egyből. Szóval művész. Más a hajszín. Látod, mondtad, hogy profitetováló művész vagyok. Igazából ez volt a lényeg, hogy na lássé, felismerhető. Uh-huh. Ez volt a feladatom, szóval teljesítettem. Működhet. Kifejezetten tetszik. Ezért amúgy ezért jó sok aranyat elkértem annó. Nem tetszik, de ez a tetoválás, ez nagyon tetszik. Na, ennek örülök. Hát jó, akkor sikeresen elmaszkíroztátok magatokat. Eljön az éjszaka. Hogyan kezdtek hozzá a dreamingbe való átlépése? Okay. Jó. Hát akkor... Hát a kérdés, hova megyünk most? Csak úgy beépünk? Vagy valamire koncentráljunk? Az is lehet, hogy valamire egyszerre koncentrálunk, és úgy próbálunk elaludni. Hát, ahhoz viszont közel kéne... Mondjuk akkor nem tudok elaludni, Sripula. Ahhoz szerintem közel kéne lenni hozzá. Nem próbáltátok még. Még akkor igazából tök feleslegesen vettünk a Hobbshoz is be. Hát... Vagy valakire, hármunk közül. Mert? Inkább ne. De egy Chiribut megpróbáltunk, hát ha. Az a legbiztosabb. Ha? Mert? Hát, ha valamelyikünknek az álmába lépünk be. Hát mert mi tudjuk, hogy kik vagyunk. Mi? Nem ha valami értem. Másik szobában lévő ember, aztán nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Hogy hát de Chiribura koncentrálom. Hogy hát ha az ő álmába, vagy az ő zébe tudunk bemenni. Aztán maximum, ha nem, akkor meg nem. Akkor kijönni meg... elvileg, ki tudunk. Amíg itt van a gömb. Na, hát jó. Akkor csináljuk. Chiribura koncentrálom mindenki. Elalvás előtt. Okay. Ha nem, akkor holnap más. Akkor használjátok a gömböken. Yeah. Csak is, nem gömb nélkül nem játszunk a dreaming-gel. Jó. De lehetne úgyis. Hát, azt úgy hívják, hogy normálisan elalszol. És ja. Lekerülsz az álomba, aztán vagy emlékszel rá, vagy nem. Ja. Jó van. Elértiteket egyszerre az álom, amikor berántiteket a dreamingbe. Szóval az elején elalszatok, de az még álom nélküli alvás, ahogy az elején vagytok, és utána. Amikor az álmok kezdődnének el a bizonyos fázisba, az egyszerre ér el titeket a gömbbel, és ránt titeket össze. Együtt vagytok, egymás mellett, egy teljesen sötét helyen, csak egymást látjátok, minden más Chiribu fekete, és sötét. Egy dolog van, ami ebből a fekete sötétségből kiemelkedik, az nem más, mint Chiribunak a háza. Amit látjátok. És az a kerítés, ami nyitva áll az ajtóval. Jó, gyerek, a legrosszabbra készüljetek. A macskára? Nem. Hát, nem tudom. Na jó. Hát akkor... Neki, mit akarunk kideríteni az álmában? Hát... Ha ez az ő háza. Bármit. Könyveiből, mondjuk? Hát... Bármit, tényleg. Nem tudom, mi fog minket ott benn várni, pontosan. Könyveid, de nagyon, nagyon értékesek voltak, szerintem. Jó, hát akkor megnézzük a könyveit. Speciális, különleges könyvek. Jó, bemegyünk. Bementek, és akkor a könyvekre vagytok kíváncsiak arra. Hát, hogy bemegyünk, az körbenézünk. Hát körbenézünk, mi van igen. Egyáltalán ott. De ja, mondjuk a könyvek, az jó lehet első. Hogy beléptek, követitek a már egyébként viszonylag ismerős járás, mert már nem egyszer voltatok nála, és megtaláljátok magát azt a könyvespolcot, ami, vagy nem is könyvespolc, a könyvesszekrény, ami ott azt a bizonyos kör alakú asztalt, hogyan mondjam, keríti körbe el alakba, ahol már ültetek és beszélgetetek vele, amikor ezt utoljára lealjasodtatok. Viszont
az egyik könyvespolcnak a helyén egy boltívet találtak, aminél egy lépcső vezet lefele a mélybe. Hmm. És az nem volt ott, amikor ott voltunk. Ez lesz gyanús. Mélyebbre visz az álmába, vagy valami ilyesmi? Nem tudom. Vagy át abban a világban, ahol a triát van. Át egy másik univerzumban. Az durva lenne! És most plusz 7-es insight-om van, de most ezt nem tudtam eldönteni, hogy... Ezt én sem tudom. Ez cínikus. Örül neki, vagy nem. Hát, az durva lenne. Akkor Nahara, nem tette menj előre, mert ha durva, akkor megőrülsz. Mm-hmm. Akkor lefele? Vagy nézzük hát a könyveiket? Könyveit? Hát átnézhetjük így legalább a címeket, hát ha valami érdekes. Hát van benne írás, vagy ilyesmi. A könyveken? Meg ilyenek? Mm-hmm. Ja. Üresek. Ahogy nézitek, mint hogyha nem lenne címük, nincsenek írások a gerincén a könyveknek. Uh-huh. Mint hogyha tényleg egy olyan álomban lennétek, ahol tudjátok, hogy ott vannak könyvek, uh-huh. de ahogy nem tudtok igazán nincs ránézni, hogy végigolvasd uh-huh. az egészet, mert mintha nem emlékeznétek, hogy, uh-huh. hogy mi van rajta. Csak tudjátok, hogy igen, az könyv volt, ilyen színű volt. Uh-huh. Megvannak, hogy azok könyvek, de mégsem annyira pontos, mm-hmm. hogy ezt el tudjátok olvasni, hogy mi van rajta, mm. milyen értékkönyv, mi lehet az. Szegény Nahara, egy hónapig készültél erre. Egy könycsepit lecsordul. Lehessen olvasni egy rendeset. És lentről a kántálást hallottunk. Ostan. Megyek előre. Nálunk vannak a cuccok, fegyverek. Aha, igen. Minden állatok van, ami... Na kell is, hogy előveszem a kis nyílpuskámat. Hát én meg készülök. Nem is egy kéz. Bekattintatom. Lementek, és ahogy leértek a lépcsőn, a lépcső alján egy falnak ütköztök, mint hogyha nem is ajtó lenne ott, hanem csak simán egy fal, amin egy körülbelül 15 cm széles és 5 cm magas lyuk tátog, és azon keresztül egy kékes pózálást láttok. Hm. Onnan kiszűrődni. Kántálás is arra kántál. Irányából? Így van. Valószínűleg a fal másik oldalán. Kékes pózálás a lyukon. Mi lehet ez? Hát, varázsol. Be kell tenni a kezedet? Nem tudom, én biztosan rakom be a kezemet. Tehát pont akkor, hogy befér egy kéz. Nem, több, két kéz is befér. Tartom neked tömeg, de... Nem látunk tehát a kékes púzzaláson, hogyha le... De, az egy lyuk. Az egy lyuk. Benézel? Benézel. Ahogy benézel... Azt látod, mintha egy ilyen nagy, ilyen ovális, kéken örvénylő ilyen fénycsóva lenne, és csiribának a sziluettjét látod meg egy pillanatra, hogy átlép azon, majd összecsukódik és sötétség. Csiribának van valami titkos szobája? Hát arra nem vagyok kíváncsi. Elment. Mármint, hogy eltűnt. A saját álmából. Nem tudom. És fú sötétség van? Hm? Tehát, hogy itt tök sötét van? Aha, most tök sötét. Ja nem teljesen sötét. Ha jobban próbálsz nézelődni, akkor úgy látod, hogy mintha a földön még valami halvány pirosos derengés lenne, mintha talán valamilyen kör, vagy rúnák, vagy valami ott még, mm-hmm. mintha lenne. Valahogy be tudok és... menni, vagy... keresek valami nyitót azon a vezenap. Hogy... Nem, viszont egy perception dobjál még nekem, mert valamit elfelejtettem dobatni velen. Na végre, 16. Jó. Nagyon jó. Akkor amikor a sziluettjét látod, azt is látod, hogy a kezében, mint hogyha egy ilyen olajlámpás lett volna, amikor átlépett ezen a kapun.
Nála van a... Nála van a lámpa. Sárgás-vöröses láng, igen. Nála van a lámpás, és eltűnt. Jó. Lehet, hogy az álmát használja arra, hogy erre egy család, világok vagy... között járjon. Jó. Ez azt jelenti... Vájnát, nem értek hozzá, de... szerintem akkor... Egyszer majd álomtudós leszek, aztán majd álomdoktor. Akkor... Szerelemdoktor, ja nem, de hogy is. Jó, hogyha... Csiribánál van, az azt jelenti, hogy ő azért egy ilyen... Nem egy... egyszerű közember. Szóval, hogy... Hát meg is játszhatja azért... ezt az őrületet, meg a... Igen, ez a probléma, hogy ő akkor egy ilyen... Akkor miért nem ölt meg minket? Baszó, Jani. Amikor rájött, hogy a lámpást keressük. Hát lehet, hogy ez szórakoztatta őt. Magas... magas teremtmény, aki nem tud beavatkozni. Hát de pont ezt beszéltük, hogy izé, hogy kiszedte, lehet, hogy kiszedte a lámpást, és akkor oda rakta hát a korbácsot, is. Hogy mi megöljük az ördögöket. Igen, vagy... mert akkor most tetted most... Azért ölt meg hitte, minket, meg akarta, megöljük hogy megöljük az ördögöket. Yeah. Ja, és azok akkor meg a végre már nem fognak tovább emberei. Jönni. Igen, értem, most már... Minél kevesebb embere, vagy ügynöke van a féregnek, annál... Nagyobb eséllyel nem jön vissza, vagy nem zargatják őt, mint a avatárját a szövőnek. De ő lehet az egyik avatárja. Ő lenne a tudás? Valószínűleg igen. Mert arról tudtuk meg, hogy varázsló, nem? Valószínűleg igen. Ha jól emlékszek. Igen. Ezt mindig hát mondta Csiribú Csiribá, hogy ő mindent tud. Nagy erejű varázsló lehet. Csiribú Csiribá. Mi az eredeti neve, vajon? És tényleg ez lenne az eredeti neve. Itt egyébként akkor nem tudunk sehogy tovább haladni, tehát hogy bármerre megyünk, keresünk, igazából ez csak mit egy ilyen... Mit próbáltad pontosan? Végtapogatni a falat esetleg, uh-huh. Hogy valami betolós, bármi, amit találok, így kinyitós, ilyen rejtett. Azt a lyukat találod egyedül, amin... Nincs rejtett. Az a halvány fény. Becsukom a szemem, beállok a lyuk elé, becsukom a szemem, és azt képzelem, hogy átkerülök a lyukon. Majd utána megpróbálom kinyitni. Mm-hmm. Nem. Jó. Hát, mehetek. Tudunk varázsolni? Megpróbálok egy csillájlátokkal. Mindig is tudtunk varázsolni. Hát csak most ez Csiribú álma, és lehet, hogy... Tud csillájlázni. Na. Akkor átváltatok kis állattal. Körülnézni. Oké. Okay. Ti nem tudtok minket? De ti nem tudtok, jó. Hát akkor... tudunk menni végül is. Húk! Mindjárt Thunder. Mi változol át? Igen. Igen, ezeket azt lehet nem kéne most így elnyomni. Póka. És megpróbálsz átmászni azon a lyukon? Uh-huh. Dexterityt kérlek, dobjál nekem. De jó lesz beleragadni. Save, vagy sima? Check? Mm-hmm. Dexterity saving. Ugyanaz. 13. 13. Akkor pont, hogy elkerülöd. Azt és így csak egy kicsit. Ilyen extra halálos csapda. Egy 6 sebzés a lecsapódó pengétől. Abba a kis dobozkában. Hát visszaváltozok. Te hol? A másik oldalon. Na. Ez jó. Jó, vagy Korti? Ja, csak itt csapdázott a dolog. Ja. Belülről nem tudod kinyitni valahogy? Megnézem. Esetleg valami mechanizmus, vagy bármi, ami ki tud bármit itt nyitni? Nem látsz ezen kívül, a csapdán kívül mechanizmust. Itt ezen az oldalon látszik egy mechanizmus, ami egy pengét húz visszaér. És csap le amennyiben. Akkor ajtó, nyitó, semmi nincs. Nem. Ajtó sincs. Nem nagyon van semmi, úgyhogy inkább körülnézek ezt. Nézz körbe, mert láttam még valamilyen derengő rúnát, ahonnan eltűnt, hát ha abból valamit ki tudsz silabizálni. Silabizálni. Lábizodni? Hát akkor ezt szeretném tenni. A következő pár percben körbe nézni, hogy... Az a baj, bemenni be tudok, de nem tudok ilyen. Nagyon jó.
a földön lát egy vörösen derengő boszorkánykört. Egy pentagrammát. Ugye meg is mutatom. Pentagramma. Elmondom, hogy miképp néz ez ki. Mert nem úgy fog kinézni, mint a képen. Na, akkor mindjárt rajzolom inkább úgy, ahogy te mondod. Ah, ez már a... Ez megint ilyen... Kezdődik a... Ó, oh, jaj, ez valami puzzle dolog. Rá kell jönni. Ogokra. Ú, ez menő. Amit te látsz itt, az az, hogy 1, 2, 3, 4 és 5. A kis jelek helyett, mert a kúzót nem látjuk. A kis jelek helyett. És honnan indul az egyes? A jobb felső sarokból. Jobb felsőből, oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. És ennyi van, tehát a minden más ugyanaz, csak a számok vannak a jelek helyett. Ezt ez egyébként fel is ismerős bármilyen iskolának, vagy bármilyen ilyen jellemző mágiának a... Idéző, gondolom. Képe, vagy a formá no. Világa. Nem. Hát van itt valami. De... Határozottan valami. Egy igen? Ilyen, leírom, egy ilyen ötágú csillag. A csillagcsúcsok között számokkal. Valami villog, valami más valahol. Nem villog semmi szerintem. Más, meg tovább nézek, még körbenézek. Nem látsz más teremben. Fekete. Más minden fekete. Igen? Sötét. Aha. De ilyen nagyon durván. Mintha nem létezne. Mint hogyha az ja, aha. Kitölteni az űr. Csak ez van, minden más elvesztette a részleteit. Szóval... Ja, megnézem, hogy tudnék átmenni. Tudom, átmenni át tudok, csak kijönni nem tudok már onnan. Hát meg ez most mire való ez nekünk itt a földön? Hát gondolom ezzel lehetne utána menni. Kinyitjuk ezt a... Átjárót, azt megyünk utána. Ha valaki ezt aktiválja, akkor... Hát, gondolom. A lámpa nála volt. Nem világít valamelyik erősebben, kevésbé. Valami a számokon. Másféle. Sima 1, 2, 3, 4, 5. Meg tudod nyomni valamelyiket a kardoddal? Nem tud interaktálni a környezettel. Ja. Nem tudok. Próbálom, és így mi történik? Mondjuk kardot felülteszem. Tehát csak rajta van, mintha egy... Semmi. Jó, ez legalább nem tudom. Ráteszem az egyesre a kezemet. Ott van az egyesen a kezem. Király. Akkor ez a megoldás. Mint a Twister. Kellene még egy végtag. Ja, hogy utána kéne mennünk, akkor mindenképpen. Hát, nem tudom. Mindegy, ez is végül is egy információ, hogy nála van a lámpás. Kérdés, hogy most, ha elmegyünk Springwoodba, akkor ott lesz-e egyáltalán a házába, vagy nem? Hát, ha nem lesz ott, akkor tudjuk, hogy tényleg és meg kell keresnünk akkor ezt a lenti... Valószínűleg titkos. Lehet, hogy ott lesznek nyomok arra, ja. Hogy... De hogy kell ezt... Mit rá kell lépni? Rálépek az egyikre. De lehet, hogy ha ennyire nem tudsz vele semmit csinálni, és mivel nem is villog ezért... Valamilyen... Más... Tamás! Belak a közepébe. Semmit nem tudsz itt interaktálni. Valószínűleg nem a dreamingbe kell interaktálni. Hát nincs F betű, azt értem, csak hogy... Nem történik semmi, tényleg nem reagál rá. Yeah. Mint ha ott se lennél. Jó, hát akkor... Elmondok a varázsigét. Megkeressük a rendes házát. Hát más nem tudunk.
próbálok egyet varázsolni a közepén, hát ha még az, hogy ott varázsolsz, akkor történik valami. De mit? Egy nem cantrippet, hanem egy egyes szintű varázslatot, mondjuk egy cure wounds-ot magamra, de teljes vagyok, de ezért kicsit meggyógyítom magam. És sebződtél. Azóta már. Mi? Hát most sebződted. Ja, tényleg. De ez a pók. Ja, 5-öt, igen. 5-öt sebződtél. Akkor kurvánc. Tavi kurvánc. Akkor ezt vissza is gyógyítom. Vissza is gyógyítanád, ha ez nem lenne egy inflict wound saját magadra. Itt fordított nap van. És az összes tűzvarázsatod az gyógyító varázslat talán. Ja. Tűz, vízé. Szóval? Szóval healing cure wounds. Jó, meg tudtad ezt csinálni. És nem történt semmi a rúna-szerű pentagrammával. Nem. Vissza tudsz jönni? Kifogytam. Persze. Csak szét kéne baszni ezt a mechanikát. Igazából nem próbálom megszerelni. El lehet vágni, vagy tönkre lehet tenni azt a kis késes cuccot. Nem. Tönkre tehetetlen? Tönkre nem tudsz vele interaktálni. És hogyha be... Azon kívül, hogy bántott egyszer, nem történik semmi. Felhúzódott a cucli? Tehát volt egy ilyen tuk-tuk-tuk-tuk ideje. Jó, akkor leveszem a újonnan vett kötelemet. Igen. És így átdobok egy kis kötél részletet. Nem történik már semmi. Ez egyszer izélt? Most nem történik semmi. Lehet, hogy csak ez. Mindegy, átdobtam, nem csapódott le. Oké, visszahúzom. Oké. Pók. Pókember. Visszamész a pókkal. Csodálatos pókember, nem? Nem csapódik rám? Nem csapódik rám. Akkor ott táncolsz, ézélt. Mi van, mi? Így a két lábban, a két hátsó lábban, és akkor így emelgetik. Négy hátsó lábadon és négy kezedet emelgeted, a 80. Tényleg. Úgyhogy akkor visszamegyek a többiekhez, visszaváltozom. Én még körbenéznék azért a lakásba, hogyha most ez... Tehát, hogy van-e még bármi egyéb dolog, semmi nem különleges, semmi. Egy, semmi. Jó, megjegyzem akkor ezt a könyves porcfalat, hogy melyik az, ahol a lejáró volt. Jó. Hát, ha bármi, aztán utána nem tudom. Mivel ez az álom semmit nem mutatott, csak ezt a házat, azért szépen lassan, akkor azt mondom, hogy jöjjünk ki ebből az álomból. Mhm. Long restet megkapjátok. Yeah, 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 Szerintem valahol lesz rejtve a megoldás. De mondjuk miért rejtené el egy mágus a megoldását? Mikor tudja. Megtek tudja köcsök. Alapból. De ha... Még az álmába sem rejti el, mert tudja, hogy ha mások be tudnak lépni az álmába, akkor ott sincs biztonságban, nem? Royce. Te vagy a szakértő. Mármint? Hát, hogy nem tudunk belépni az álmába, hogy megnézzük mondjuk a tényleges bármit lehet ezzel csinálni. Dolgot. Mert valószínűleg nem az álmába rejti el, nem? Nem tudom. Mert tudja, hogy be lehet oda törni. Nem úgy, mint a Hobbs. Ő ki nem tudta. Valószínűleg igen. Az is lehet, hogy félrevezett titeket az álmában. Az is lehet, hogy nem is nincs is semmi. Vagy én nem is tudom, egyszerre. Mi van már. Én sem. Na, ha azért... Egy karakterem azt nem érti most azért mi van. Vagyok készen teljesen. Amit, hogy nem Long tudja rest. Pontosan összerakni, hogy most akkor mi van. Manage karakter, ez mit csinálok? Jó, hagyjuk. Na, hölgyek urak, reggel van, hasatakra süt a nap. Lovagoljunk ki. Ja. Hát akkor... El vagytok maskírozva. Irány. Springwood, nem? Tudjuk, hogy nála a lámpa. Amit most valószínűleg továbbad egy másik avatárnak. Már tudja, hogy tudjuk, hogy tudja, hogy tudjuk, hogy tudjuk, hogy tudja. Lehet, hogy tényleg elvitte most egy másik világba, hogy ne tudja megtalálni ez a varázsló, meg nem biztos, hogy tudja, hogy mi vagyunk egyáltalán. Valószínűleg tudja már, tudja, hogy túléltük a bankot.
meg valószínűleg azt is tudja, hogy megtaláltak minket Suzailba. Akkor azért ment most. Uh-huh. Előttünk van egy lépéssel, de mi követjük. Hát nézzük meg, hogy otthon van, és... Jó, elindulunk így. Viszont akkor nem... Ló, mi? Nem érdemes úgy tenni, mint aki barátságos, nem? Ha mi is tudjuk, hogy tudja, és ő is tudja, hogy mi tudjuk. Hát persze, de annak sincs értelme, hogy rögtön az arcába robbantsuk a minden birdúcsi csudót. Kíváncsi vagyok, hogy ő mit. Tehát, hogy ha ő is... Ha otthon van, akkor majd... Nem tudom. Meglátjuk, hogy mi lesz. Egyelőre az sem biztos, hogy otthon van. Igen. Meg most érted, hogyha rögtön megöljük esetlegesen, és nem mondják hol a lámpa, akkor megint buktuk. Úgyhogy... Ki kell szedni belőle, hogy hol a lámpa. Vagy követni. Jó. Jó. Menjünk. Jó, Springwood. Igen, vegyünk magunkhoz kaját. Jó ötlet. Indivalót. Kaja, pia. Lovaknak is, mondjuk valószínűleg adtak nekik enni, és menjünk Springwoodba. Nagyon elmazdáljuk maszkíroztatva, de lehet, hogy van ilyen beléptető rendszer, meg ilyesmi. Hm? Hogy kapunál nézik az embereket. Nem gondoljátok? Hát átnézzük, hogy milyen portéka van nálatok, meg ilyenek. Az... Befele azért alapvető, kifele nem szokták annyira. Az ember nem szeretik, hogyha csempésznek dolgokat, kifele az már kevésbé árt a kereskedelemnek. Ja, hát van egy ilyen bám, ahol megállítanak, de hát van nálatok bármi olyan? Van egy csak. Még nincs hulla. Rejteni való. Nincsenek hullák a Bag of Holding. Még. Még. hát, illetve ugye. Valami nevet is ki kéne találnunk, valami álnevet magunknak. Azt még most találjátok el, még mielőtt beszélgettek a városőrökkel. Hát bármi. Stannal meg Pannal. Csak akkor ezt írjuk fel. Jó. Miként mutatkozunk be? Hát... Lehetek Robs. Ennyire vagyok kreatív. Jó, hát igazából... Okos vagyok, csak nem kreatív. A nevünk az nem volt egy a papíron, szóval elvileg nem tudják, hogy a nevünk. Hát csak hallhatták, hogy hívjuk egymást, meg ilyenek. Bármikor, bárhol. Akkor felírom Royce. Te mi vagy? Robs? Dehogy is. Royce Robs. Roy Matt. Rabol. Matt. Matthew. Matt. Nem Matt. Azt. Így. Leírásom, a következő egy hónaposban írni tanulsz. Jó, nem érsz, de hol vagy. Lehetett, hogy matek? Tényleg. Szerintem mi? Dupla téved. Azt mondta, hogy így. Matt. Most mondta, hogy így írjam. De nem így írta. Nem, Mattnek írja. Mint az izé, mint a... Mint a... Úgy írta. Mint a Kristály Matt. Az is lehet egyébként, de nem. Mi a neve? Kristály Matt. Na, te mi veszel? Én. Nem tudom. Amanda. Valami... Én nem... Jó, én leszek akkor Amanda. Amanda mit csinál? Találjatok ki nekem valamit. Mit tudom én, csak Amanda. Jó, oké. Okay. Csak Amanda. Nem fogom megkérdezni, mint városőr. Amanda kicsoda? Nem tudom, én nem tudok éneket kitalálni, nem vagyok kreatív. Jó, hát valamit mondja. Én Matt Rival vagyok. Amanda, ki vagy? Van valami olyan név, ami ilyen nagyon... Népszerű, ami így Kovács, minden... Kovács. Igen, Kovács, minden harmadik ember Smith, Kovács. A Smith, igen. Jó, akkor Smith Amanda leszek. Smith. Én Rule leszek. R-U-L. Rol? Rule. Rule? Uh-huh. Na mi van írás? Kus. És milyen Rule? Hátulul. Magyar? Túrul. Hátulul, ez lesz a neved? Rule-tú. Rule-tú. Jó legyen az. És ez túrul, hogyha rule to. És más, tehát hogy rule to, és hogyha folytatod, akkor rule to, rule to. Mi? Rule to, 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 r
Rule 2? Miért? Hát Rule 2 ez olyan, mint egy ilyen... Mi ezt a... Rule 2? És akkor mostanában így is hívjuk egymást. Szóval, hogy... Non-stop! Nem! Azért találtuk ki az álneveket, hogy... Ne így hívjuk egymást! De hát az... Az... Hogyha... Nem! Most... Nem! Amanda! Annyira Na pont ezt akartam mondani! Most hirtelen sokba esek, mert valami történik, akkor nem azt fog először eszembe jutni, hogy... Hogy Rule. De lehet már profi! Profi! Hanem egyben az olyan korti, baszd meg! Nem? Te akkor Rule 2 vagy? Rule 2 vagyok. És ugye így? Úgy. Érted, vagy Rule 2. Nagyon jó. Hát, ha nem... Hát, ha nem létezik ez az állat. Egy lény. Ebben a világban. Oké. Okay. Ennyi. Ezt így még útközben. És mit, miért jövünk? Lehet azt is megkérdezik, hogy mit akarunk csinálni a városban. Meddig maradnak? Egy hétig maradunk. És... Hajlottuk, hogy jó a bank. Felvadászunk, hogy a Springwoodi mészárosokat keressük, és... Hát lehet, hogy zarándokok akár egy templomba. Walk-in templomba. Én csak egy cseléd leszek. Nem tudom. Akit így hoztatok. Nem. Addig nem nyugszom, üzleti, a lábam üzleti előttem, ügyben vagyunk itt. Üzleti ügyben vagyunk itt, és... We have an unfinished business. Yes. Az üzlet az pedig ránk tartozik. Jó, hát akkor játsszuk le. Ott vagyunk a kapunk. Félreállítanak titeket, átvizsgálják a portékát. Kellett volna. Én előtte Naharának adok egy Enhance Ability-t. Ja. Karizmára. Én csak egy cseléd vagyok. Csoda szép napot kiket tiszteltek szerény városunkba. Adjon Isten, bemutatom Mattot. Jó. Ne haragudjon, a férfiakhoz beszélek majd, hogyha nővel akarok beszélni, akkor mondom, szóval. Szóval, uraim? Matt Rival a nevem. Matt Rival. Igen. Rule. És a másik úr? Rule. Üdvözlettem. Rule. Milyen Rule? Rule 2. Így hívnak. Exotikus név. Távoli keletről érkezik a barátom. Melyik város? Rödenburgból. Rödenburg. Az egy szép hely. Egyszer voltam ott még. Nem értek egyet, de ízlések és pofonok. Imádtuk. A csirke ott, mint a teljesen más lenne. És a kis hölgy... Hát, ha szabad bemutatkoznom, akkor Amanda Smith. Amanda Smith. És mi járatban vannak? Itt Springfield csodálatos városában. Üzleti ügybe jöttünk. Springwood. Miért mindig Springfieldet mondok? Springwood. Food. Üzleti ügybe jöttünk. És milyen üzleti, hogyha szabad kérdeznem? Csecsebecsékkel üzletelünk. Ó, igen? Miféle csecsebecsékkel? Belenyúlok a megafoldingomba, előveszem a Tinker Toolomat. Azt ott elő, ilyen, nem tudom, mindenféle hülyeséget, amilyen félig kész írszalok. A Deception dobján. Azok tényleg vannak benne. Kell jót dobnod, mert én 19-et dobtam. 18-et dobtam, de kb. Ennyi is. 18. Bad luck. Nem akarsz bad luck volna? Ha-hú. Nem. De én egyet nem akarsz még rám dobni? Igen. Vagy rá minuszt. Kettő vagy több is segít, vagy lefele is, igen. Ja, nem ezt akartam. Jó, hát akkor addig dobom. Jó. 3. Tök jó. Tök bekajálja a bandlak miatt. Egy pillanatra hunyorítana, mint hogyha lenne, és akkor érzed, hogy valami kozmikus erő, mint hogyha megtorzítaná a teret és az időt és a hazugságodat, és hihetővé tenné. Na, arra pedig felszíja az órán, hogy felhasználta a két darab sorcery pontját, amit levont ügyebár. Igen, ezt csináltam most. Nagyon helyes. Én csak egy cseléd vagyok. Aki megváltoztatja a valóságot. Sok sikert, Mr. Turul, és
Rival. Rule 2. Rival. 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 Rule 2 és Rival úr. Meg a cseléd. Jó uram. Manda. Jó, menjenek. Érezzék jól magukat. Tudom ajánlani egyébként a fogadót. Kiváló. Kiváló levesük van. Nagyon-nagyon jó. És hát a bankkal még egy kicsit várniuk kell, hogyha esetleg pénzügyi szolgáltatást szeretnének, mert jelenleg restaurálás alatt van, hogy még szebb és gyönyörűbb legyen. Bővítik a kincstárat. Mi a neve a fogadónak? A fogadónak a neve? Már is mondom. Mert fingom sincsen fejből. Milyen jó lett volna, hogyha ide leírom. Biztos hát, leírtam. Ugyanazt mondtam, mert még meg megszállom. Ilyen falhoz állt lófügy. Na. Jó, köszi. Köszi a tippet. Szerintem tedd ki, papi, hogy te is látsz. Mit? Szám. Ja, jó, oké. Okay. Én annyira nem vagyok érdekes, de mint a játékok, nem. Ne haragudj már. Dehogy nem. Játékosok, ne ők a legjobbak a világon, és akkor most ez érted. De ha te nem vagy, nincs világ, ahol a legjobbak legyünk, úgyhogy... Így van, így van. Sose írtam le a kocsmának a nevét, szóval ez így jó. A falhoz vett micsoda? Szerintem a falhoz vett lókolbász lesz. Jó. A neve. Ídés. Jó, köszönjük. Megnézzük. Ami ott van a Hidrod Zöldje nevezetű hatalmas rét mellett, mert ezeket is leírtam, de a falhoz vett lókolbász nevezetű fogadót, azt nem. De így hívják, bíz. Mindig is így hívták. Jó. Gyerünk akkor. Nagyon jó. Nagyon jó a kolbász egyébként ott, azért. Meg a leves, kolbászos leves. Ah, megeszed is falhoz ver, annyira jó, ezért falhoz vett lókolbász, érti? Értem. Nézzük meg, köszönjük. Nagyon szívesen, érezzék jól magukat. És szép beengednek napot. Titeket. Nagyobb probléma nélkül, sikeresen a szuper bandlaknak. Meg már kicsit beszemettük, akkor azért 19-es azért... dobást azért a szép átdobni. Jó volt. Meg fogom állni, megölöm. Beszéltem volna, tiszta időben a karakterem már izzik, mász itt a tenyere. Mert bejelkezünk, magyarázzon itt a fehér. Végre megérkezünk, izé. Streamwood-ba. Azt tűnik meg, a Streamwood-imézára csak visszatűnnek. Ők azok, ezek ők. Meneküljetek. Egyébként így is visszafog. És visszafogtam magam. Büszkék lettek rám. Büszke vagyok annyit, rád. Mert elfolyik a hennád. Ne tüzeskedj. Nyugodj le. Melyik kapu jöttünk be? A délin? Amin kis menekültek. Jó. Akkor ott igazából átmegyünk a kereskedő. Ez ilyen a kereskedő negyeden is, nem? Hogyha felfele megyünk izéhez. Csiribúhoz. Nem ezt mondtam. Nem volt. Az összes üzét elizéltem már nektek, hát hihetetlen, túl sok kép. Túl sok képpel mai nálak. Mindjárt megoldom. Dárit átváltam. Na, ott fönt volt valahol a... Spring-módra. Ó, Jézus golyói. Ez is egy jó kocsma név lenne. Jézus golyói. Jó, hát lehet, hogy már nem találom meg soha. Jó. Megvan Spring-mód városa. Ott bejöttünk, és ott való fönt lakott a izé halába. Itten, így van. Körülbelül valamire erre. Pont ez a ház az, ami hátul. Jó. Itt erre. Ott lakott, látod. Ez az a ház. Mindegy, egy nemzeti Springwoodi dohányboltba csak bemennék már venni egy pipát, meg egy dohányt. Ezt megteheted. Hát gyakorlatilag én azt mondanám, hogy az a Artist Corner-ben lesz. Azért, mert hogy ott nagyon jó kézműves, művészi dohányok vannak. Hiszen hát azért az kell. Persze. A művészethez a jó füst, ópium egyéve dolgokat itt használhat. Sima dohányt vennék, meg egy legálisan is. Sima dohány, pipa. Probléma nélkül meg tudod ezt csinálni. Hányan? Milyen pipát szeretnél? Simát hát, esetleg sima valami, faragottat, valami. Sima, de viszonylag szerint nem tudod, hogy jó legyen, tehát nem az, hogy azért... Jó, akkor egy sima pipa gyakorlatilag annyi, hogy tudod, olyan, mint mondjuk egy ilyen hasított, ilyen tuskó, hogy be van hasogatva körbe a fa, és azért nem csak simán le van csiszolva, hanem ilyen, mint hogyha ilyen hasadékok lennének benne, tök jól néz ki, de funkcionalitásában egy sima pipa. Ennyi. Meg egy csomag hozzá dohány. Csomag dohány. 8 ezüstér megvan. Akkor adok egy aranyat, azt csomagok.
Nagyon szépen köszönik. Oh, nagyon jó. Kiváló. Még kapsz egy csomag szárított szőlőt is hozzá. Ú, de jó. Ajándékban. Utálom a mazsolát. Okay, de, na mindegy, semmi, csak az azért, hogy most akkor rájutok a piperre, és akkor nem dadogok. Mert akkor elfelejtettem már a sok rohangálás mellett, hogyha... Ha pipázok, akkor is dadok is. Uh-huh. Bár nem hallottak téged beszélni, úgyhogy... Hát... Érdem. Ez a biztos. Jól van, és irány csiribú csiribá háza? Hát nem. Megyünk oda. Igen. Én azt még nem mondtam, de valószínűleg a városról nem annyira képzelt, hogy a korbácsot betenném Bag of Holdingomban. Ilmater korbács. Jó, hát eddig az övében volt, szóval onnan át tudod rakni a tiédbe. A virgács? Igen. Nálam volt. Az üdén nálam volt, csak amióta megvettem. Nekem valamiért az volt a fejemben, hogy a Bag of Holdingban van. Hát most már megvette a sajátját. Valószínűleg azért, mert hogy te hoztad ki még a kincstárból. A kincstárból, igen. Be, azért volt a fejemben. Jó, a tiédben van, no para. Jó, szóval csak ne legyen elő. Nem tud arra gondolni, hogy egy virgács. Ilmater virgács? Itt van. Hát ezt el kell kobozzunk. Ennye, bennye. 500 ezer darabos. Igen. Jó. A ház nehéz ajtaj nyikorogva nyílik ki, amikor oda mentek. Maga a rács, ahogy elhúzzátok a kertben szétdobált alkoholos italok, ruhák, nyitott széklet, és ahogy beléptek a házba, ami egyáltalán nem volt zárva egyébként, mert maga a zár is le volt törve, elég ramaty állapotban van a ház, erős alkohol és vizelet szag csapja meg az orratokat, hatalmas kupleráj, piszok, és ahogy lépkedtek a library, a könyvtár felé, ott meg is látjátok az elalakú könyves polcokat, és az egyik karosszéken az alvó fekete macskát. Hát nem ellen. Holdanimal. Van ilyen spellet? Nekem nincs sajnos, de... Nekem sincs. Neked sincs? Nincs. Na, hát az kurva magas szintű. Hold monster, az négy. Ez monster, de ez meg animális. De, hát ez animális monster. Dehogy is monster. De. Beast, nem? De a beast is monster. De lehet, hogy van hold beast. Nem hiszem. Szerintem van, de ez nem hold beast, nem? Nem hiszem. De ez nem beast, hanem furry. Amúgy is, vagy celestia. Amennyiben famulus. Arra gondolsz. De az, már kiderült számunkra, hogy mágiát... bocsájtott ki a macska, amikor legutóbb itt voltunk. Mm-hmm. Gondolom, ami ilyesmi. Fucking mágusok. Alszik. Azt beleszagolhatok? Dorobba. A levegőbe, hogy a húgy... Húgy és szarsz. Az macska meg húgy, vagy emberi húgy. Hát inkább emberinek emberi mondanád. Mint hogy egy csöves lakba lenne. Hát, nem rég itt volt. Köztüstelen ez a hely. Nem tudom, mi legyen a macskám. A szerelem fészek. Közben nézem azt a részt, a könyvesboza nem mozgok, megálltam. Csak arra nézek, ahol a lejáró volt az álomba. Dobjál egy perception-t, advantage-em. Hát csinálj vele valamit. Úgy, 19. Látod, hogy mi lenne az, ami elmozgatná ezt az egészet. Jó. Az a baj, hogy... Ha lehet, hogy elpusztul, akkor a gazdája lehet, hogy tudja, hogy elpusztult. Ja, az biztos. Jó, akkor csak próbálj le felkelteni. Jönnek a gombafonalak, és akkor elkezdődnék egy... Tudod, mi a jó ilyenkor? Bag of Holding? Hát, vagy bármilyen zsák. Zsák, megkötözzük. Kap levegőt. Hát de mi van, ha tudnak kommunikálni? Hát akkor csak annyit mondta, hogy bezsákoltak. Ez se jó. Nem az se jó. Bezsákoltak. De semmi baj. Bezsákoltak. Szóval, ja, egy... Pass without trace. Oké, okay, pass without trace. Hogy jobban lopakodjunk. Plusz 10 vagy 15, plusz 10. Oké, okay. Stealth-re. Do it, stealth-eljetek.
átsztelterünk a világon is. Azt beledobtad. Nem veled dobok, mert rohadék vagy. 9, 10, 11, 21. 18. Ez rengeteg lesz. 33. 5-ös a célszám, mivel alszik a 33, akkor megvan. Szerintem megvan. Nekem 32. Oké. Én úgy megyek, szóval, hogy... Nem éreztétek fel a cicát. Ott vagytok a könyves polc előtt. A könyves polcnak az egyik... Vagy a könyves szekrénynek az egyik polcának az alján látsz egy gombot. Jó, megvizsgálom, hogy nincs-e valami csapda. Jó, én most már... Azért már most hát elkezdek készülni. Hát még egy perception-t, hogy... Hát, ha tudja, hol van ez a jó ember. Utálom a perception-öket. 11. Mechanikus csapdát nem lát. Hát valami kirobban, akkor azt mezével nem tudom védeni absorber lemenccel. Magyarázok így magamba. Megnyomod, nagyon halk kattanással bekattan a gomb, és szinte hang nélkül megemelkedik egy nagyon picit a szekrény, és minthogyha egy nem látod a falon, hogy van, lenne sin, de valószínűleg van sin, csak el van rejtve, mágiával, bármivel, némán félre siklik, és előttetek feltárul a kozmosz. Egy lépcsőt a mély sötétbe. Megmunkált kő lépcső ez, és egy fény nélküli folyosó, ami gondolom leereszkedte. Ja, sőt, ha kell, akkor gyűjtök fákját. Fákját? Kell. Hát, bár nem olyan. Hát fél homály lesz, mert mindössze 6 métert ereszkedtek lefele, és utána pedig egy falban fog véget érni, egy nagyon ismerős falba, ez a jól megmunkált kőlépcső. Ez a fal szinte teljesen sima, mindössze egy 15 cm széles, 5 cm magas lyuk az, ami a közepén megtalálható. Tudjuk, hogy ebben van egy csapda. Ez biszti. És nem láttunk semmilyen izét, ugye? Mechanikus zárat nem találtam. Mágiát tudunk érzékelni. Tudsz? Tudok. Akkor nézd mágiát. Elkasztolnék akkor egy mágia... Mági örtékelése. Spelt. Egyet szinten. Detektáló. Pontosan mit tudsz vele, hogy milyen izé, milyen fajta, meg ilyen okosság? 30 feet-en belül, milyen, mi a mág, mi az iskolája, az iskoláját neki... Az iskoláját. Úgy leesett rólad a cucc, meg a mind a kettőnk. A fast without trace, aha. Mert koncentrációs. Igen, és ja, ennyi. Nem megy át a nagyon durva anyagokon. Mágikus az ajtó. Van ajtó. Tehát van itt az ajtó. Van ajtó. Mágikus, így van. És milyen mágiás iskolája van? Van neki? Ha van neki. Transmutation. Azt hiszem az átalakítás. Átalakulás, transmutation talán. Dobj egy árként. Jó. Szerintem zsapatok? Vagy aha, én nem dobhat, látom. Persze. Nem, én nem látom. Hát elmondja, hogy 14, persze, átadom, hogy elgondolkozhat, hogy transmutáció mi lehet ez. Átalakított. 17. Valamiből alakították. 17. Valószínűleg ezek az ilyen transmutation-es mágikus ajtók általában olyanok, amik mondjuk egy jelszóra nyílódnak ki. Nem mechanikus zárok van, hanem egy szó kell, ami utána megszünteti ezt a varást, ami tartja ezt a kaput. Csiribú. Csiribá. Pálinka! Ezt így kimondod? Uh-huh. Kinyílik az ajtó. Azt hittem, hogy a pálinka. Amúgy én is a pálinkát akartam elsőre mondani. Nem, csiribú, csiribá. Ez volt. Így csak nézel magad előtt, csak kimondod, nem is gondolod komolyan, és szertefosztik az ajtó. Úr, és nekem leesik az állam, hogy tényleg ez volt. És ezek fenyegetik a valóságunk sorsát. Belépe ez a kapun egy boszorkánykör fogad titeket, ami mintha ötvözet lenne a mágia és a mechanikának az egybelegének. Közelebbről megvizsgálva a rúnák, amik vannak rajta, és most meg is mutatom.
őket, hogy miképp néznek ki, hogyha jó helyre kattintok, és véletlenül megtalálom, hogy egyébként melyik a 80 féle kép közül, amit használok, és ez még csak egy dolog, mert most fogok használni még 85-öt, csak hogy ezek a rúnák találhatóak meg rajta, és kézzel ezek a rúnák benyomhatóak, és azt veszették észre, hogy mozgathatóak is, mint hogyha egy csapágyon lennének, és lehetne pörgetni. Jó, kicsit megmozgatod, akkor látod, hogy jobbra-balra, mint hogyha mozogna. Aha, mert az az alsó három, az ugyanaz a róna. Igen. Igen. Emellett a falakon, mint hogyha egy ilyen sötétvörös pókháló lenne, körbeszőve végig. Mint hogyha ilyen szerves falak lennének. Gondoljunk csak a izébre. A upside down-ra. Yeah. Csak nem lüktetnek, hanem ez inkább ilyen pókhálószerű, ilyen húsos falak. És kidobmorodik belőle egy könyves polc, pár fiolával, egy nagyobb térkép, és egy nehéz vászonnal letakart valami. Ez a vászonnal letakart valami láncokon lóg a plafonról. És ilyen, hát hú, nem, meg nem mondom hány fokban van, és réhen van jól felétek. Hűha. És egyelőre ennyit láttok. Van egy térkép. Nehéz vászonnal, nehéz ilyen vörös vászonnal van letakarva. Térkép, fiola. Szekrénypolc, meg ez a letakart valami, ami láncokon lóg. Hány fiola van? A fiolában? Négy. Megmutatom Royce-nak, hogy melyik volt az egyes. Hogy én tudom, az volt, hogy 1, 2, 3, 4, 5, így ha, így volt. Na úgy, csak hogy... Igen, azt emlékszem. Nem biztos, hogy átadtam jól, de látod ezt. És akkor ez most ezek a rúnák vannak oda téve. Így, ahogy most látjuk. És az tényleg akkor az első három, vagy az alsó három, az ugyanaz a rúna. Így van. Az fixen. Felső kettő, meg más. Ja. Emlékezted ez bármilyen nyelvre minket? Vannak hasonló betűvel rendelkező ABC-k? Hopp, 18. Nekem 17, 16. Ó, bocsánat, ezért alak. Nekem szerintem 13 lesz. Nem nagyon. Annyi. Dobjatok nekem egy search-öt, meg aki megvizsgálja a fiolát, az egy nature. Na mi legyen? Te gondolkozz a megfejtésnél, addig megnézek a dolgokat. Jó, akkor investigation, dobál, jó? Az a search. Én. Kettő. 21. 21 az investigation. Végignézed? És... Összerakjuk. Észreveszed, hogy hogyan lehet kicsomagolni azt a nehéz vásznat, és le is húzod róla. És ez egy ilyen... körülbelül egy ilyen másfél méterszer, két méteres festmény, ami egy agyat szimbolizál, egy agy van ráfestve, de olyan, mint hogyha kapkodva lenne. Nagyon, talán meg se száradt rajta rendesen a festék, vagy a, igen, a festék. Olyan, mint hogyha nem is olyan rég készült volna. Mondjuk esetleg reggel? Nem tudom teljesen meghatározni. Nem, csak azt mondom, az biztos, hogy ez nem olyan festmény, ami mondjuk már évek óta itt van, lehet, hogy egy-két napja. Uh-huh. Csak azt mondom, jaj, oké. Okay. Hozzáteszem, egy-két nap volt az út. Ja, tényleg volt még út. Aha. Na mindegy, szóval ez valószínűleg csiribú-csiribá rajzolta ide, kell ahhoz, hogy megnyissuk ezt az átjárót, itt több dolgot kell egyszerre megcsinálnunk. Valószínűleg jó rúnákat kell be, közben pipázok, hogy ne ledobjak. Szóval sok rúnát kell beraknunk, a festménnyel kell valamit csinálnunk, itt ezek a fiolák, ezek micsodák ezek a fiolák? Nature próba. Random, az nekem is most rossz, ez 12. 12, ez pont jó. Valamilyen ammónia-szerű festékoldószer ez. Uh-huh. Lehet valamit le tudunk szedni a festményről, és akkor az majd kiad valamit. Uh-huh. És a könyves polc, mi volt még itt? Ja, és a térkép. Na, nézni a térkép. Mi a térkép? A térkép számotokra ismeretlen, egy havas tájat ábrázol hegyekkel.
északnyugat felé egy valamiféle konstrukcióval, nem nagyon ismeritek fel, talán olyan, mint egy hajó, egy ezüst hajó. Uh-huh. És mellette egy hasadék, de tényleg ismeretlen valamilyen havastáj lehet bármi. Ez lehetséges, most így megpróbálom összerakni a dolgokat, hogy valahogy úgy, tehát hogyha van egy térképe a világról, vagy valami, vagy egy helye, amit oda felrak, utána megfesti gondolom az agyába, vagy tök mindegy valamiben a dolgokat, összerakja a rúnákat, és akkor utána úgy meg tudja nyitni az átjárót oda, ahova akar menni. Uh-huh. Gondolnám én. Hogy kell itt több komponens. Jó. Ha utána akarunk menni, akkor nem szabad letörölni azt, ami most van, mert valószínűleg ez az agy, ez lehet, hogy jelent valami. Hát vizsgáljuk meg ezt a... Ja, ezt a festményt vizsgáljuk meg. Na, a igen. Mágia észlelés, még valamit tart. Pingel? A festmény, nagyon. Festmény? Aha. És az iskolát tudok, hogy tudok neki mondani? Mhm. Az illusion az mi? Az egy is, az illusion. Akkor illusion. Van egy ilyen. Aha, ez valami... Ez nem az, aminek látszik ez a festmény. Valószínűleg azért lehetne ezzel a fiolákkal törölni valami részét. Vagy nem tudom. De akkor nem szakítjuk meg a... az átjárási lehetőséget? Megpróbál megfogdosni a festmény. Tényleg festmény? Vagy tényleg kerete? Festmény, hogy így a kezeddel letörölni nem tudod, de még ragad. Szóval aha. Tudod, az amikor mondjuk a tempera, vagy más festés is már olyan, hogy igen. Már érzed, hogy még ragad a kezedhez, de egyébként nem tudnád letörölni, mert hogy annyira viszont már megfogod. Forril ott van az anyag is, meg a keret is. Van egyáltalán keret, nem tudom, van-e keret. Az anyag az teljesen le van fedve, nem látod, hogy milyen anyagra festhették. Uh-huh. A keret az még tiszta. Kerettől keretig végig van festve. Mögé, már mondtad, hogy szögbe áll. Uh-huh. Kicsit. Mögébe lehet nézni esetleg? Hát, hogyha bakot tartotok egymásnak, meg ilyenek, akkor igen. Royce, tartsd nekem bakot. Állj fel a vállamra. Szöveg. Gyere. Nem lehet fordítva? Vicceltem, na. Felemelnek. Egy normális fakeretnek tűnik, valószínűleg mágikus, aranyozott bármi. Nem tűnik maga a hátulja különlegesnek. Eltüntessem róla a mágiát? Azt mondjátok? Talán annyiban, mint hogyha valamennyire fémes lenne a hátulja, de az simán lehet a festése a keretnek. Hát lehet, hogy valami ezért tett rá valamilyen illúziót, hogy... Az mindenképpen. Ne lássuk azt, amit ő egyébként eredetileg rajzolt. Uh-huh. Hát, ha letöröljük a fiolával, és akkor már eltüntettük. De tudja, hogy gondolja, hogy mi jövünk? Nem, hát. Szerintem nem tudja. Akkor minek menekül? Hát, mert most jött el az ideje. Hát, de tudja, hogy eljutottunk Zuzajjába. Hát oda küldték a vizéket. De... Mi megy el, hogyha... Mi megy el? Ezért mondom, hogy szerintem előttünk... Azért, hogy elmenjen. Szerintem előttünk jár. Én nem tudom, ez pontos... Nem tudom, nem vagyok ebben annyira biztos. Illúzió. Vel legyen vége ennek az illúziónak. Legyen. Dispel. Magic. Képre. Az illúziót leszeretném szedni róla. Mm-hmm. Az hanyas szinten lövöd el? Hármason tudom csak. Hármason. És az meddig tudja diszkolálni? Háromtól lejjebb. Meg felette is, csak akkor dobnom kell. Hát akkor, hogyha szeretnél, akkor dobja. Jó. 10 plusz a spell level a DC, és a wisdomommal kell megdobnom. 15. Nem? Wow. Nagyobb, mint 5 összerűs. Ez olyan erős. Erre tudom használni ebben lakkot? Lehet. Mindenre tudod használni. Akkor elhasználok egyet a dobásodra. Akkor levonom a pontokat. Plusz 2. 17. Az már. Majdnem. Jesus fucking Christ! Bella, kurva szár! Kurva! Ez egy hajszál.
Ez erősebb, mint... Érzek, ahogy megremeg a monohálón, de sajnos nem. Meg, oda megyek és megnézem ezeket a csapágyon forgó rúnákat. Uh-huh. Az egyes részen. Megpróbálsz fordítani egyet? Aha. Jó. Már is gondolom, hogy mi történik. Figyeljétek az agyat, vagy a térképet, vagy a bármit. Fordítok jó, egyet az egyik rúnán. Én figyelem az agyat. Én figyelem a festményt. Én figyelem a térképet. Amanda, te. Maradjunk nem igen. Az volt? De, jól csinálod, Rul. Na. Mondtam én, hogy Rul az nem az jut eszedbe először. Majdnem mondtam a nevedet. Bár az se jó, ha elmondjuk, hogy nem az igazi nevű. Mindegy. Fordítgatsz? Egy pillanatot kérem. Az egyesen, mert igazából végig akarom forgatni, hogy milyen rúnák vannak. Ja. Érted? Gondolom mindegyiken olyan, mint ja, egy számsor. Mint egy számlakat? Igen. Én úgy gondolom, lehet, igen. Lehet forgatgatni. Mivel alsó három az ugyanaz volt, ezért úgy gondolom, hogy öt különböző rúnának kéne lennie. Az ő. Igen. A jobb felső sarokba. És mindjárt mutatom, hogy mivé alakul. Erre felrajzolom először ezt a rúnát, hogy ez volt eredetileg. Bazza meg. Jó. Ez volt eredetileg. És mivé alakult. Most ez nem jött le. Mert letöltöttem. Várj egy pillanat. Hogy valami hülye helyre töltötte le. Csúnya rossz. Aha. Kinyílik a kapu és mehetünk. Ja, az is. Megfejtettük az egyes tárgát fordítani. Igen, mert csak arra maradt ideje, tudod, hogy az egyest így elforgassa és... Egyel elforgatta, azt annyi. Hoppá. Egy olyanra alakul át. Na, olyan rúna még nem volt. Nice. Történik bármi a képen? A képen semmi. Azt tovább tudom forgatni? Aha. Az egyest. Tovább forgatod? Tűn. Feszült. Bah! Olyan már van egy? Uh-huh. Igen. Akkor már csak az utolsó rúnánk nincs meg. Jaj. Most se történik semmi kattanás, szivárgás, nem, gáz, nem, szag. Semmi. Halott emberek. Sírjukból felkelnek. Jó. Ez volt az ötös helyen egyébként eredetileg, meg most is ez volt. Nem történik semmi rossz. De még... Nem, nincs az történik semmi. Még egyet forgatok rajta. Hát most végignézem az összes rúnát, hát most legalább egyen baszakodjak ne az összesre. Jó. Utána kitaláljuk, hogy mi az öt szimbólum. És már van három, megvan, négy, megvan, az a negyedik, akkor már csak az ötödik kell. Hát ha. Hát valószínűleg öt szimbólum van. Átforgatom még egyszer, mert ez... Tudjuk, csak ez nagyon bonyolult lerajzolni. A bonyi össze-vissza B betű. Össze-vissza B betű. Aha, ilyen meg nem is volt. Uh-huh. Ja, de azt mondja, rajzolom meg. Az volt itt a B betű, BBB, és a legvégén volt ez a tak-tak. Egyszer se vált ki semmi. Én keresek addig valami... Nem nyomot. Lehet az, hogy... Valami logikán. Én most azt... De még nem jó. Na? Mert ez lenne az nem egyes. Jó. Ez lenne a kettes. Kíváncsi leszek, hogy ma ezt megoldjuk-e. Hát nem biztos. Mennyi időnk van rá? Ez a kettes. Nem sok. Az
1, 2, 3. Lehet házi feladat. Mutasd meg nekem a... Szerintem ez jövőre fog kiderülni. Ó, de rossz! Az nem. Nem. Közben keresem. Azon gondolkodtam, hogy... hogy ezekben a szimbólumokban mennyi olyan zárt síkidom van, mert ugye ebbe egy darab van. Uh-huh. Az az egy háromszög. A mellette lévőben, ami az ötös helyen áll most, abban ugye kettő van, a többi nyitott. Az alatta lévőben három van, a többi nyitott, csak az a baj, hogy ez a másik kettő, ami kijött, abban nincs négy, meg öt, azt hiszem. Aha, tehát... Érted, hogy magában a szimbólumban hány olyan dolog okos van? Okos megközelítés. A háromszögek is vannak. Az alsóban például egy háromszög. Várjál, hány izéje van, nem jó. De van, de jó, nem jó. Hány vége van? Annak van három vége. Egy, kettő, három vége van. Annak van kettő vége van. Annak egy, kettő, három, négy, öt vége van. Na várjál, nézzük öt meg. Öt vége van. Három ennek vége egy, van. Kettő, három, négy vége van, annak meg egy, kettő vége van. Meg lesz. Megnek van egy vége. Akkor... Van olyan? Igen? Igen, van olyan, aminek egy vége van, nem? Vagy várjál? Pörgetgeted őket? Hogy elkezdem újra? Pörgetni, igen. De csak az első helyen. Jó, az ennek első van helyen kettő pörgeted. Vége, ennek van egy, kettő... Ez lesz az egyesben. Nincs, nincs. Ú, bassza meg. Szóval, amiből most volt a helyet, ez lesz. Ennek is három vége, viszont ebben is ennek három szögek. Három vége van. Kettő, három szög, egy három szög. Nem voltam jó matekból, márhogy rule koordinálius, nem volt jó matekból. De lehet, hogy a belső szögeket kell megszámolni. De valahogy ugye 5, 1, 2, 3, 4, 5 kell, tehát az a sorrend, hogy így kell valamilyen sorrendet csinálnunk. Igen. Valamilyen logika alapján. Mert ugye azt láttuk az álomban, hogy 1, 2, 3, 4, 5, valószínűleg így kell végigmennie valahogy valamilyen sorrend igen. alapján. Én azért keresek, jó? Bármi, jó. Bármi erre utaló kis izét, kis jegyzet, asztal alatt, ilyesmi dolgok, hogy amúgy, ha elfelejted egy hülye varázsló, akkor... Nem. Nem hagyott magának szerint is jegyzeteket? Jó. Nem hagyott. Egy, mondom, annyi van a teremben, amennyit elmondtam. Aha. A terem burája. A festékoldószerek, a festmény, a térkép, és ez. Hát kort. Kort az én vagyok, Royce. Mi? Matt. Hardcore. Matt. Rutul. Megjártam ezt rutul. Milyenek vannak? Rajzolgatsz? Fordítsd már ki úgy, hogy mindegyiken legyen valami. Az egyik fajta mindegyiken legyen. Fordíthatjuk? Az alsó kettőből? Kirakjam nektek az összes jelet? Aha, hogy lássam egyszer az összes jelet. Igen, mert lehet, hogyha az ő rajza lenne? Nézzük. Igen, az nem volt kint. Az van. Hát az alsóból, ami három egymás. Hogyha hoz hasonló abból. Egyet elforgatok. Aha. Ezeket tudjátok így leértetelni. Nahara? Hát én nagyon gondolkozok, de... de nem tudom. Egyelőre. Lehet el vannak benne rejtve. Persze, biztos ez lehet. Már hogy maga a számok. Mert a negyedik... A negyedikben van egy egyes. Konkrétan. Kettő is. Hát, szerintem de hármas vagy a kettes az ilyen izében van berejtve, hogy úgy. A hármas az ott van, ha fejjel lefele nézzük. Igen. Akkor ott abban van egy hármas. Az ötödik jelben, amelyik az egyes helyén van most. Egy B betű, olyan, mint egy B betű, de az hármas is lehet, hogy fordítva nézzük.
akkor van egy egyesünk, meg egy hármasunk, azt mondod, hogy ez a hármas, melyikre mondtad az egyest? Igen. A negyedik jelre. Ami most fönt, legfelül a negyediken? Igen, legfelül a sorban az egyes, igen. Gondolom az ötös a legbonyolultabban van benne. A kettes akkor benne van a másodikban, ami második helyen van. Várjál, nem abban négyesnek kéne lennie, nem? Kettes van a... Isten, ez a puzzle. Én kis táncoló emberkéket látok. És ez nem a kábítószer a gomba, hanem... Szeretem az ilyen puzzle-es megoldásokat, mert ez a múltkor is azt hiszem egy óra után már majdnem feladtátok. Ez valószínűleg lehet, hogy hosszabb lesz így, ahogy nézem. Kedves nézők, nektek nem biztos, hogy annyira élvezetes, de én nagyon szeretem az ilyeneket. Nem kell itt készülni, mert most egy óráig kimehetsz, sörözni, enni, cigizni. Nem, hát én reagálnom kell, amit csináltak. Én mindig itt el vagyok, kárítogatom. Mire gondolsz, Royce? Én elvesztem teljesen. Hát figyelj, ez is lehet egy ezért, hogyha mindegyikbe találunk valamilyen... Nem találok többet. Ennyi kérem, tehát... Kettes, ez egy Z betű lehet. Abba a nyílhegybe, pók szőtte nyílhegybe, hova mész? Akkor lezárom a jegyzeteket. Ezt tudom, hogy a tévéhez is megnézi. Na, onnan jobb? Igen, mert... Ja, te eddig semmit nem láttál. Fotózz le telefonnal. De próbálgassunk, nem? Nem történik semmi. Elküldjem nektek a képeket a közös csoportba? Nem. Nem robban egyébként be. Egyébként így lefotózod, hogy még jobb lesz. Nem robban be, nem szivárog a gáz. Ha nem selfie, az se rossz. Próbálgassuk. Próbálgassd az be. Hát ha. Nem? Valami a izékkel van. Biztos vagyok benne, hogy valami a vonalakkal és a három szögekkel, vagy az éppen aktuális belső izékkel van. Arra kell rájönni, hogy ott mi a... Hát van ott három végvonal, meg egy háromszög. Az most nem tudom, hogy mit jelent az, de az egyes passz. Ott van három végvonal, két háromszög, akkor az lenne a kettes, akkor ott van... Az ugyanúgy három végvonal, két háromszög, az ugyanúgy kettes. De ott lehetne egy harmadik és két... Hát faszom se tudja. De valami ilyesmi kell, hogy legyen. Na. Hát, mondjam. Miért nem a végződések? Legyen már végződés. Legyen végződés, csak hát a végződésekbe. Minden jó a vége. Nem lehet nem ezeket összerajzolni? Összerajzolni? Úgy értem, hogy összerajzolni, hogy egyből fog, tehát hogy egy valaminek kéne kijönnie. Mert az első kettőt, ami fönt van elő, első abból kettő, abból rendet. Tudnék csinálni majd, hogy nem, most érted, hogyha ezt én összehúzom, akkor az a vonal ott van, azt csak ott rá kell húznom, az a vonal megvan ott, azt be kell húznom, alul be kell húznom egy izét. Nem. Vagy igen. Tehát, hogy érted, hogy valami... Tehát most arra gondolok, hogy összerajzolom az izét, az elsőt, meg a másodikat. Tehát ugye úgy néz ki, hogy így van a... Az az első bizé, micsoda. Így. És most átváltok egy másik színre. Összeredem. És azt mondom neki, hogy berajzolom azt. Nem tudom, hogy így. Az ott megvan. Az ott megvan. És innen van még egy ilyen. Ez meg volt, nincs
Látod, hogy ennyi, hogyha összerázott, az így összefér. Biztosan. Én most derékszögeket számoltam, de... azokból nincs elég. A főleg úgy, hogy valamiben nincs is derékszög. Igen. De nyilván az utolsó szóval... el kellett addig jutnom. Az a baj, csak az, az első kettő az, ami bármennyire is úgymond hasonlít, hogy össze lehet rajzolni. Ja, nem hiszem, hogy össze kell rajzolni, mert ha össze rajzoljuk, abból nem tudunk sorrendet. De, hogy mennyi vonalat kell belerajzolni ahhoz, hogy ugyanúgy nézzen ki. Szerintem egyet vált, nem. Szerintem a két alsót változtatta meg, mert... nem. Vagy az a most az a három egyforma. Három, az az egy elég forma. Nagy izé lenne. Három egyforma, hát... mert gondold el, hogy te is lakhatod, amikor csak egyet-kettőt változtatsz meg. Nem az egészet, hogy aztán vissza kelljen menni. Vagy ennél okosabb? Volna, ez nem a varázsló. Egy alkoholista. Persze. Egy alkoholista, egy 80 szintű izé illúzióval, izé bassza le az agyat. Csak mondjuk rá, az agyat nem tudom, hogy miért van ott, ez most kezd zavarni. Most eszembe jutott az agy. Leoldjuk a picsába? Nem, csak hogy... vagy lehet, vagy nem tudom. Egy kicsit megpróbálok leoldani az alján. Egy agy van fehér alapon, vagy feketén? Vagy? Feketén, teljesen feketén, alapon, egy ilyen rózsaszínes agy. Aha. Mivel próbálsz megoldani azokkal a... az a kis egyik kis tud, de a sarkából egy kis dolgot, hogy mondjuk a pap, vagy a vászon, vagy bárminek az anyagát meg tudjam határozni esetleg. Ahogy elkezded oldani vissza, visszavesett, mint hogyha nem is vászonra festették volna, nem, mint hogyha valami üvegszerű valami lenne, talán tükör. Tükör. Meg kell tükrözni. Aha, le lehet emelni ezt a képet? Nem. Rögzítve van a falon. Lenézek, hogyha szól, hogy tükör, akkor tükör. Lent a padlón valami, nincsen valami tükörkép, hogyha lentről nézem. Erre a pentagrammára néz, úgy van megdöntve. Aha, akkor leoldom az egészet. Leoldjam? Tükör. Oldjad. Aha. Nem tudtam előrébb jutni ebben. Dobjatok egy perception, miután leoldott ebben. Jön a gáz. Megnyitották. 14. 15. Akkor 10-nél nagyobb az észreveszi, hogy szinte minden változatlan a szobában, kivétel egy dolog, ami pedig egyébként maga a pentagrammán lévő rúnák, mint hogyha azok megváltoztak volna. Hű! Most már mindent értek. Jó, de nem is, tehát hogy teljesen más sorrendben vannak. Ajaj. Csak a sorrend, az alakít nem. Próbálnám mindent mondgatni, de nem bele. Tehát a tükörképben látszik valami, de a valóságban, ha nézünk a földre, akkor a másikat látjuk. Hát akkor így kell beállítani. Akkor állítsuk be úgy, amit a tükörkép mutat. Így van. Tehát beforgatom. Hát ja, azt. Tehát a bal oldalit bekarít. Várjál, csak megpróbálom eltüntetni. Melyiket forgatod először? Oh. Az egyes, beforgatom az utolsóra, amit kitettél. Az utolsóra, amit kitettem, az ez. Megtörtént. Ja. Kettes, nem, most nem lát, fölnézek a tükörbe. Erre emlékeztem. Fölnézel a tükörre, akkor a kacsacsőrű, dupla jó. Háromszöget nem is tetted ki. Mert az volt az egyesen. Igen. Hát nem, most akkor tegyed ki. Hát, jó, tegyed ki. Tegyed ki. Várjál, kérlek szépen, amikor ezen forgatsz egyet. Igen. Akkor. Meghalsz. Nagyon szeretném ezt duplikálni. Jaj, ugyanaz lesz is, ezért hú. Mi? Tehát forgatok rajta egyet, akkor ugyanaz ez lesz. Ez erre változik. Igen. Viszont. Mi? Ez. Megváltozik. Ja, hogy nem egy... Ja. Nem egyesével kell, nem valami szék. Ez az, ami volt. Aha.
Ez megváltozik. Erre. Micsoda? Jó, basszus. Mi? Az volt. Aha. Tehát akkor csak... Ezen egyet forgatsz, és amikor ezen egyet forgat... Nem látjuk most a izért, hogy melyikem. Tehát, hogy lényeg annyi, hogy a... Ezen volt. Ezen egyet fordítottál, az erre fordult. Várjál. Nem arra, ha ezért. Igen. Mert ez nem az. Igen. Ezen, amikor egyet fordítottál, akkor nem erre fordult. Kicsit se. Hanem arra, ami megint nincs itt. Ezért, ami az egyes helyén volt. Nem, a kacsacs ez. Erre fordul. Igen. Az anyád csipálja. Elég legyen már. Most miért nem tudja megfogni, amit akarom. Szóval erre fordult. Igen. Ez pedig mivel akkor ugyanaz valamiért. Ja Istenem, összekavarodtak ezek a szújtjai. Látja. Annyira nyomni vagyok. Ez kérdezem. Ennek ezen kellett lennie, ugye? Mi? Az egyes... Ezen forgattatok az egyes, bár? Az egyes beforgattuk ebbe. Ebbe beforgattuk, nagyon ami jó. Most a van. A kettes, amikor forgattok rajta egyet, akkor szintén ugyanaz lesz. Uh-huh. Viszont ez megváltozik. Már is mutatom, mivé. Csak miért ne lehetne 80 féleképpen mahinálnom? ez változik meg ezzé. Aha, és ha még egyet forgatsz a kettesen, akkor megint meg... Ha még egyet forgatsz a kettesen, akkor megint akkor a kettesből a is. Lesz ez. Igen. Ezt innen kihúzom, hogy ne legyen itt. A kettesből lesz az, amit szerettünk volna, igen. Igen. Abból pedig... Ez lesz, amit nem tudok megfogni, de mindjárt megfogok. De az első rész az nem változott? Nem. Az egyes az maradt úgy. Most akkor jók vagyunk az egyes kettesse. Igen. Ja. Elvileg, hogyha tükörbe felnézünk. Igen. Tükörbe, hogyha felnéztek, akkor... Egy-kettővel jók vagyunk. Nem tudom, hol van a tükör. Ott. Egy-kettővel jók vagyunk. Egy-kettő-három. Forgass most ja, a négyest. Majdnem. Na, akkor most a hármast, hogyha forgatjuk, akkor megint átváltozgat, gondolom, arra, amire... Hármason forgattok egyet? Mhm. Hármason forgattok egyet. Akkor gondolom, az összes átváltozik azzal, amire átforgattam. Akkor az átváltozik arra, amin volt. És az egyes átváltozik... De a hármason csak ez a kettő van. Nem. De csak forgattunk egyet, és ugyanazzá vált, mint az elmű előtte volt. A hármas kell addig forgatni, amíg jó, és aztán az egyes visszatudod magába forgatni, mert az egyes nem csinál semmi mást, ez csak egyedül mozog. A kettes forog vissza az egyesre, de hogyha több forgatod, akkor visszaúlik az egyes. Amikor nem. A kettesen forgattatok, kettes a hármasra akkor forog. A hármason forgatott kettőt. Amikor a na, hármason ezeket le kell írni, mert ez... Ó, nekem ez már magas. Igen. Az egyes, egyes forgattatok, akkor minden mozdulatlan volt. Akkor csak az egyes forgatott. Amikor igen. A kettes megforgattátok, akkor a hármasnak a szimbóluma kettő lépcsőt lépett. Jaj, akkor az ötöstől kéne kezdenünk? Várjál, forog. A kettes forog, akkor a hármas kettőt lép. Így van. Attól kell kezdeni, ami a legtöbbet forgatja. Igen. Ezért mondom, hogy az amikor a hármas forgattuk... Ha hármas forgattatok rajta egyet, akkor az egyet lépett ide. Igen. Mert azután ez jött. Viszont egyet fordult az egyes. Aha, hármas, akkor az egyes egyet lép. Jó. Hát. Négyes. Mit csinál a négyes? Megforgatom. Négyesnél? Hogyha a négyesen fordultatok egyet, az ezé változik át, mert az jön utána. Mindjárt megmutatnék, csak nagyon nehéz ennyi képpel operálni. Ezé változik. Uh-huh. A négyes azután. Viszont az egyes az ebből ezé változik, az alsóval. Aha, tehát az egyes forog a négyessel is. És hányat fordult? Ezzé menj.
hányat fordult? Az egyes. Az egyes? Egyet fordul. Aha. De az visszafele fordult akkor, mert ez most nem előrefele fordult. Az tudom, hogy a nem tudom hanyadik volt. Tehát azt arra is kell figyelni, hogy merre forognak. Előre forog, vagy visszafele forog? Mert ez most ez az egyes mondjuk. Visszafele forog. Uh-huh. Na és az ötös? Akkor az összes megfordul, és az egyik erre, a másik arra. Ötösen fordítotok egyet? Igen. Hát persze, persze, ezt nem megyünk az át. Az ötös... az megoldja a helyzetet. Az, hoz egy pizza. Átfordul ezzé, ami a legalsó. Csak nem tudom, most van. Ja, igen, igen. Ez a legalsóvá fordul át, és olyankor a negyedik fordul egyet vissza. Szóval a negyedikből a harmadikká válik. Tehát egy, kettő, három... Na, három mutatom, az a lényeg, egy, az a lényeg. Mutatom a sorrendeket, az a lényeg. Hogy egyszerűbb legyen nektek egy kicsit. Megvan már. Tehát az a lényeg, hogy tudnunk kell, hogy mi van előtte, utána, és úgy forgatni az egészet, hogy akkor beállítani az egyest, amikor az utolsó vé... Tehát, hogy... Igen. Hogy a pöröghet előre kettőt az egyes, mert úgyis a négyesnél visszapörög igen. Egyet. Meg tehát az egyes hogy... mindegy, mert ja. Az egyedül le tudjuk állítani. Ez is igaz. Tehát először kell az ötöst, aztán a négyest, aztán a hármas, kettes az egyszerre működik. Igen. Nem, az ötös a négyessel, igen. Ja. A kettes a hármassal egyszerre működik. Igaz? Az ötös a négyest változtatja, a négyes az egyest, a hármas az egyest. A kettes meg a hármast. Hát akkor azt kell csinálni, hogy beállítani az ötöst, aztán beállítani a... Így van, nem? Kett... Így jönnek egymás után sorrendben. Test... Balra-jobbra. Uh-huh. Ez a sorrend. Egy-kettő. Ötös, kettes... Várjál. Az jó, tehát az ötös kell be kell állítanunk, mert akkor össze-vissza lép a négyes. Most, hogy ötös, négyes, legyen, kettes, hármas, egyes. Nektek visszaformatjátok ebbe a formátumban. Az biztos, hogy az ötössel kell kezdenünk. Ötös, négyes, kettes, hármas, egyes. Így forgatnám. Hm? Úgy igen, vissza lehet szerintem. Igen, oké. Oké, az ötöst... Előre vagy hátra? Az ötöst beforgatjuk oda, ahol... kell állni a tükör szerint. Erre, nem? A bonyolultra. A bonyolultra. Igen, a bonyira. Bonyira. Tehát bonyira ezt beforgatjátok, és amikor ez megtörténik, akkor a négyes. Akkor ez átáll hozzá, amire nem tudok rá kattintani. Mindjárt rá kattintok. Erre. Igen. Jó, a négyest. Az a négyes. Igen. Most a négyest. Várjál, mutatok képet, hogy mi az, aminek kéne látszódnia. Azt ja, azt látjuk, azt most van. Nézzük Esztinél. Ja, igen. A négyes beforgatjuk. Biztos? Igen. Befényképezte. Itt van nála. Én végig fotózok. Oké. Okay. Most jön a négyes, nem? Az az egyest fogja léptetni, de az tök mindegy nekünk. Igen. Jó? Jó, akkor a négyest beállítjuk ennek a... ami most pont nem látszik. A... Egyet kivontak belőle. Igen. Annak az egyre. Az a kis víztartály. A víztartályt. Jó, mindjárt. Megoldjuk. Az ugye átváltoztatja bár az egyest. Talán nem. Az. Így van. Yes. És ez. Egyet elvettetek belőle. Ja. Ezért... Ebből az egyesből csinál valamit. Uh-huh. Egyet visszalép. Vagy megy valahol. Megye. Te biztos, hogy valami. Visszafele forgattátok, ugye? Igen. Hát amerre... Ja. Egyet elvontatok belőle, ezért ezé alakul. Na most a... Most jön elvileg a kettes. Kettes. Mert az pörgeti a hármast. Igen. Úgyhogy a kettest forgatjuk a addig, ameddig a első kint lévő, ami a fejednél van, az azzá nem vár. Az mennyi? Mennyit forgattok rajta? Hát ameddig oda nem vár.
Mert az nem befolyásolja elvileg az 5-ös 4-est. A 2-es. 3-as befolyásolja, és igen. Uh-huh. Tehát azt addig forgatjuk. És akkor 3 és 1 az utcsó. Igen. Szóval ezt ide forgatjátok, ugye? A 3-assal. Mi? A 2-es forgatjuk. A 2-es számot forgatjuk igen, arra, ami a fejedre van. Ami a fejeden van szimbólum. Várjál. Az kettőt forgatunk, nem elő? Nem tudom, hát hátra nem emlékszem, vissza. Hogy mennyit forgatunk. Hát nem az a lényeg, hanem hogy működik a teóriánk. Keresem, hogy hol van az a szótyok, amit elvettem onnan. Szóval ezen forgattok addig, amíg nem lesz az, ami a fejemen van. A két kis piramis. A kettesen. A kis utakkal. Azaz, úgy. Már is mondom, az mennyi. Az két fordítás előre. Akkor négyet fordít, gondolom a hármason. Jap. Uh-huh. Az négyet fordít a hármason. Ami azt jelenti, hogy... Hozzá változik. Dorura. Karóra. Karóra. Várja, nem. Majdnem, csak nem. Fordított víztartály. Igen. De hát az már jó is keresem. Nekünk. Az, arra, az kell. Az ott van. Nem? De. Igen, ez a cél. És csak az egyest pedig beforgatjuk arra, amire kell. Arra, és kész. Yeah, yeah. Mert az már nem befolyásol. Helyes megoldás. Na. Na. A rejtvényt megoldva a pentagramma hangosan szikrázni kezd. Hátra hőköldök. Rul. Mert Rul. Maga a pentagrammának a rúnái, és maga ez a perem, ez a kör alakú perem, ami van, felcsap, és mint pengékként kezdenek el cikázni, mint egy nagy mechanikus szerkezet, közötte szikrák csapódnak ki, és egy folyamatosan lüktető elektronikus hang megy, ez a wong wong wong, egyre gyorsabban és gyorsabban, míg hirtelen újra le nem csap ez a pentagramma, és megnyílik egy kék alakú. Egy kék bolygó? Kapu. Ötöd a védő felszerelést? Így van. Felszerelést. Szemcsüti. Gázmaszk. Ez kurva jó. Megyek elő. Menje. Átléptek. Megyek. Ahogy átléptek a kapun, teljesen más helyen találjátok magatokat. Reszkedtek a hidegtől, ahogy a havas tájon végigfúj egy erősebb széllöket, felkeverve a felső, apróbb szemű hóréteget, megcsiklandozva a szabadon hagyott bőrfelületeket, sötét van, bár nem mondanátok meg az időt, hogy pontosan hány óra lehet, de nem olyan távol látjátok egy tűz fényét észak fele. Ameddig a szemetetek ellát, viszont a holdfényében halványan derengő hóréteg az, ami titeket fogad, távol, talán hunyorogva, még egy-egy hegy az, amit megtaláltok. Ahogy megpróbáltok közeled lépkedni a tűz felé, ott bizony már civilizált, kézemelte tábor találtok, ötvözve a könnyű fémet és a nehezebb föld és kő réteget. Így alakítanak ki épületeket, tábort. Valószínűleg egy kutatótábor lehet, aminek az útjába kerültetek, akihez ide jutottatok. A tűzforrása pedig nem más, mint az egyik alapépület, ami jelenleg lángol. De hogy mi miatt, az sajnos már csak jövőre fog kiderülni az álomcsapat következő epizódjába. Szép munka volt, sikerült megfejteni. Bah, viszonylag időben egyébként. Úgy az képest, igen. Jók voltatok, srácok. Jók vagyunk, egyre jobbak vagyunk ezekben a puzlékba. Bizony. Na, puzzle! Remélem, jól éreztétek magatokat, és hát akkor jó. Találkozunk legközelebb. Jó. Szervusztok. Sziasztok. Hello. Sziasztok. Sziasztok. Jó, szép álmokat. Jó ét. Kívánnak a mészárosok. A Springwoodi mészárosok ajánlásával. A csatorna fő támogatója a Vault 51 Gamer Bar. Akár szerepjáték, társasjátékról vagy PC-s játékról van szó, bizonyít megtalálod a helyed, rengeteg koktéllal és konzollal várnak titeket. Média partnerünk az elefg.hu, naprakész szerepjáték és sci-fi tartalmak.
Csatlakozz Magyarország legnagyobb szerepjátékos Discord szerveréhez. Keres játékostársakat, játsz online, vagy csak beszélgess és szórakozz más tavernásokkal. Mire vársz még? A videó leírásába vagy a stream alatt megtalálod Discord elérhetőségünket. Spotify-on immáron podcast formában is hallgathatod kalandjainkat. Támogatónk a Szellemlovas. Hogy a társasjátékról, terepasztalos játékról, könyvről vagy szerepjátékról van szó, akkor bizony jobb helyre nem is mehetnél, mint a Szellemlovas. Lesz be hozzájuk is! Köszönjük szépen Patreon támogatóinknak! Peli 75, Black Sheep, Dobókapitány, Draconis, Vangrizar, Jadloz, Melchior, Miyamoto Musashi, Slityu, Lensong, Shrindomage. Köszönjük! Köszönjük Twitch feliratkozóinknak! Titike 321, Crazy Berry, Karez, Dobókapitány, Genyómester, Akonag, Berlioz, Lao G7, Dvangrizar, Hamburgyoló, Mjölnir Storm, HTD Lord, Musashi, Sensei, Salifater, Beli 75, Viktor 1992, Atomo, Ezbence, Crazy Jiraya és Ferriruna. Köszönjük!